Hát ugye nagy kérdés, hogy már befejezzük el, ugye három téma maradt vissza. Az egyik az apa és a férj szerepe, és még egy van, ugye, hogy mit jelent szülőnek lenni, ez még egy fontos téma lenne, és még egy a házastársi szerepzavar, hogyha fölkavarodnak ezek a szerepek, az van még vissza, de arról már beszéltem többször az anya és apa típusokról, így meglátjuk, hogy férünk bele. Ugye múlt héten az anyát néztük meg, hogy mit is jelent az anya szerepe, és most szeretném az apát megnézni. Megnéztük, hogy milyen anyatípusok vannak, és megnéznénk ma még a férjnek is a szerepét. Ugye a bibliai családról beszélek, ezért az apa és a férj bibliai család fogalmában elválaszthatatlan, ugyanúgy, ahogy az anya és a feleség is elválaszthatatlan. Tehát ugye ma már vannak olyan férfiak, akik férjek szeretnének lenni, de nem szeretnének apák lenni, és vannak olyan feleségek, akik feleségek szeretnének lenni, és nem szeretnének anyák lenni. Ezért szeretném azt leszögezni, hogy a bibliai családmodellben ez a kettő, ez tulajdonképpen össze van gyógyulva, nyugodtan csak. Jó, az apa típusok közül ugye az apa szerepét néznénk meg először, aztán utána megnéznénk a férjnek a szerepkörét. Sajnos ma a legjellemzőbb apa típus, én ezt úgy neveztem el, hogy az árnyékapa. Ugye azért neveztem el árnyékapának, mert ugye egyrészt a férfiúi elfoglaltságok, a férfiúi terhek, illetve egyáltalán a családi szerepvállalásban az a tapasztalat, és ezt statisztikák is bizonyítják, hogy az apák átmentek árnyékapába. Az árnyékapa az azt jelenti, hogy pénzt biztosít a család megélhetésére, testileg a családnak a tagja, tehát nem vált el, hanem otthon van. Viszont ha otthon van, akkor eszik, tévét néz, újságot olvas, morog, kiabál, vendéget fogad, horgászni megy, tárgyal, alszik, csöndben van. Hát most sorolhatnám ezt reggelig, hogy mit csinál. De ugye ez az apa, tehát ugye az apa szerep, és ma azért kevesen vállalnak apa szerepet, mert ugye az apák, azok lejár a munkaidő, és amikor lejárt a munkaidő, ahogy az anyának lejár a munkaidő, és otthon, vagy a feleségnek, és otthon utána folytatódik tovább az élet, főz, süt, vasal, takarít, stb. Az se bízhatja a dagadt ruhát másra, most már tudjuk József Attila óta. Az apánál is ugye nem úgy működik, hogy leáll a szerep, hanem bizony az apánál otthon elindul a második műszak. A második műszak az arról szól, hogy a gyerek kérdez, a gyerek kíváncsi, a feleség kérdez, a feleség kíváncsi, és folytatódik, tehát ezt nem lehet kiváltani újságolvasással, kiabálással, semmivel, hanem bizony bele kell ebbe szállni. És ezért ma nagyon hiányoznak, mik a testileg jelen is vannak az apák a családokban, nagyon hiányoznak. Én ugye Abaligeten lakom, és amikor szoktam futni, vagy lemegyek biciklizni vasárnap, rengeteg egyedülálló apát látok a tónál horgászni. Azon az egyedüli napon, amikor gyakorlatilag talán a családjával tudna lenni. Az az egyedüli nap. Mert gondolom, hogy szerdán nem mindenki tud kijönni horgászni kedvese. Én értem ezt, de ugye az árnyékapa az inkább bevállalja a saját kikapcsolódását, de ettől bizony ez az évek alatt halmozódik, és a gyerekek úgy nőnek föl, hogy bizony nincs otthon apjuk. És ezért ez ma a legjellemzőbb, az árnyékapa típus. Aztán van a másik apa típus, az infantilis apa. Az infantilis az az apa, aki gyakorlatilag a feleség részéről nézve egy a gyerekek közül. Tehát nem a gyerekek száma egyel növekedett. Ugye ez mit jelent? Ez, ugye annyit tesz különbséget a gyerekektől, hogy öregebb a gyerekeknél. Általában a gyerekeinek, hogy nem is annyira apja, hanem barátja. Az nagyon jó dolog különben, ha a gyerekeinknek barátjai is vagyunk, de úgy, hogy megmaradunk apák. Ez egy nagyon fontos fogalom. Úgyhogy ha lebratyizunk csak, annak úgy általában hosszú távon jó vége nem lesz. Tehát a különbséget azt tesz az infantilis apa között és a gyerekek között, hogy nagyobb, öregebb, meg az, hogy borotválkozik. De amúgy nagy változás nincsen, és ugyanúgy irányításra és döntésekre van szüksége, mint ahogy a gyerekeknek. Ugye ezekben a család, ezekben a férj szerepekben, apa szerepekben alakul ki az, hogy ugye a döntést vagy az anya hatására hozza meg minden esetben, vagy a gyerekeknek a cinkos társa, ez ugye az a cinkos társ, aki anya nem engedi meg, és akkor gyere apádat szeresd jobban, majd apa megengedi típus. Ugye ez eleve fölborítja a bibliai családot. Tehát nagyon fontos, hogy ez a két faj, ez az apa típus is ma nagyon-nagyon jellemző.
Aztán van a harmadik apatípus, ami már kevésbé jellemző, ez inkább a régebbi apatípus, tehát az előző generáció, vagy még azelőtti, talán az én szülem, vagy azelőtti szülőknél volt jellemző. Ez a tekintélyelvű apa, aki azt jelentette, hogy mindenhez, mindenben neki volt igaza, mindenben tőle kellett az útmutatást kérni, és igazából nem lehetett feloldódni a közelében. Tehát nem alakult ki az a családban az, hogy megjön az apa, akkor úgy mindenki megnyugszik, hanem inkább úgy voltak vele, hogy jobb, ha minél később jön meg, és talán jobb, ha nem jön meg, mert igazából a tisztelet mellett inkább féltek tőle. Aztán egy újdonság a 21. században alakult ki, a humanista apa. Ez is nagyon veszélyes, mert a humanista apa az azt jelenti, hogy annyira tiszteli a gyereknek a nulla éves korától a személyiségét, hogy nem neveli, hanem majd ahogy a gyerek éppen sodródik az élettel, majd ami ráragad, és akkor majd úgy engedi kibontakozni a gyereknek a személyiségét. Ugye hát ezt ma már látjuk, felnőtt már egy ilyen generáció, akit nem neveltek, és magától bontakozott ki a személyisége. Hát, na ők nem lesznek azok, akik megtermelik majd a ti nyugdíjatokat, ebben biztosak lehettek, mert egyszerűen a gyereket Salamon óta tudjuk, illetve a Biblia is lefekteti, hogy életveszélyes, hogyha a gyerek csak úgy a vadonba, vadregényesen nő föl, és nem kap semmilyen iránymutatást. Ez életveszélyes, tehát ez öngyilkosság egyrészt a gyerek számára is, másrészt pedig a szülők számára is. Ez nagyon terjed ma, azt látom, hogy az Isten népében és az Isten az atyámfiai között is, különösen azok a szülők, akik intellektuális háttérből származnak, tehát tanárok, magas iskolai végzettségűek, ott egyre többen vallják maguknak ezt az elveket, hogy annyira veszélyes a gyerek életébe beavatkozni, hogy mert az tönkre teszi a személyiségét. Én azt gondolom, hogy a gyereknek a személyiségét azt teszi tönkre, hogyha nem avatkozunk bele. Nem véletlenül van az, hogy ugye nevelni kell a gyereket. A Biblia ugye ezt még külön ki is emeli, hogy a nevelésnek vannak fokozatai, és bizony nem idegen a pálcával való nevelés is, ami engem is neveltek pálcával, és talán előttem sokakat neveltek pálcával. Természetesen, amikor az ember kapja, akkor nagyon nehezére esik, de utólag azt gondolom, hogy teljesen egybehangzóak azok a vélemények, hogy bizony hatással volt az ember életére, sorsára az, hogy a szülők néha keményebben fogták, és nem engedték ki a kezük közül. Általában azokban a családokban, akik vallásos családból származnak, tehát több generációs keresztények, ott ez nem alakul ki, ott inkább a szigorúbb nevelési elvek vannak. Ez inkább az evangéliumi, főleg a karizmatikus körökben kezd el terjedni, hogy a szülő az humanista, az apa humanista, nem követel, nem büntet, nem fegyelmez. Tehát biztos láttátok már, vagy tapasztaltátok már, én akár gyülekezetben is láttam már, hogy ott üvölt a gyerek, és egyik szülő se szólal meg. Szépen csöndben van, és vár, hogy most mi történik, mikor hagyja abba, és a gyerek bizony kitartó, nem mindig hagyja abba. Aztán ugye van a bibliai modell, hogy az apa az egyben Isten munkatársa és a család pásztora is. Ugye ez főleg a keleti területeken honosodott meg, ugye a Biblia őshazájában, Közel-Keleten, ahol is, ugyanis az azt jelenti, hogy az apa a családot egy nyájnak tekinti, egy olyan nyájnak, aki ugye vezetésre szorul, és ugye tudjuk, hogy a pásztor az kétféle módon lehet vezetni a nyájat. Az egyik az, hogy mész elől és vezeted, ha olyan helyzetbe kerülsz. A másik az, hogy mész hátul és tereled. Tehát ez a kétfajta vezetési stílus van. A pásztornak a vezetés és a terelés, ugye ezt mindig az apa dönti el, hogy melyik időszak van. Én azt gondolom, hogy van olyan időszak, amikor bizony a család élére kell állni és vezetni kell. Viszont van olyan időszak, amikor a gyerekeknek alakul ki a személyisége, hogy bizony nem mindig meg kell mondani, hogy mit kell csinálni, hanem lehet, hogy elég hátulról tulajdonképpen terelgetni. Ugye az 1 Péter 5:2-4-ben van egy nagyon-nagyon érdekes ige, ez a pásztorra vonatkozik, és egyben a család, az apa, az a családnak a pásztora is. Tehát ugye mivel a Bibliában a legkisebb gyülekezet, a gyülekezet alapja a család, ezért az apa nem ússza meg, hogy a családban pásztor is legyen egyben. Ugye nem véletlenül a zsidóknál parancsba volt adva, az Isten parancsba adta, hogy a gyerekeiket az igére, tehát pásztorolni kellett a gyerekeiket, meg kellett tanítani őket az Istennek az igére. Ugye azt mondja a Péter
apostol a Péter levében, hogy legeltessétek az Isten köztetek lévő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. Itt ugye lerögzít az apai, pásztori szereplőr pár dolgot. Az egyik az, hogy nem kényszerből kell tenni, a másik az, hogy nagyon fontos, hogy készségesen kell tenni. Ugye nagyon érdekes, de a gyerekekben évek múlva is előjön az, amikor ugye egy apa mindig elutasító, és nem érek rá, nincs időm, stb. Évek múlva vágja a gyerek az apja fejéhez, hogy az a helyzet most számon kéred, hogy miért lettem ilyen, hát soha nem volt időd rám. Tehát ez egy nagyon fontos része az apa szerepnek, hogy a pásztor szerepet is be kell tölteni a nyájban. A zsidó levélben, zsidó levél 12. rész, 9. versben szintén erről a pásztorságról ír a Biblia, és ugye itt ebben a zsidó levélben kifejezi még az apai szerepnek még két nagy tulajdonságát, az egyik az őrzés, a másik pedig az őrzésből származik, ez pedig a biztonság. Tehát ez ugye nagyon érdekes dolog, de ez akármilyen legyen az világi vagy hívő család, az apának az otthon léte az ad egy biztonságot. Tehát az egy megnyugtató egyrészt az anya számára is, nem véletlenül ugye az anyák szokták mondani, hogy majd, ha apád megjön, tehát akkor változik meg a világ. Tehát ugye az apa szerepnek kell adni, ezért nem lehet az apa árnyék, nem lehet infantilis, nem lehet humanista, hogy mindent megenged, mert az apai szerep bizony az apa egyben a család pásztora is, tehát ott nagyon fontos az őrzés, a biztonság, hogy ő rá van bízva a család. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nem véletlenül, amikor ugye gyerekek beiratkoznak iskolába, és ugye egész a család, tehát van apjuk, anyjuk, akkor az apát jelölik meg gondviselőnek, oda is van írva, hogy gondviselő neve, az az apa, és az anya pedig általában a kapcsolattartó, aki elérhető, de az apa a gondviselő. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és ma azt gondolom, hogy azért csak férjek akarnak lenni a férfiak és nem apák, mert azáltal, hogy fér lesz, azáltal ugye egy felnőtt ember kerül mellé, de az a felnőtt ember az már tud magáról gondoskodni, tehát lemegy róla az a teher, látszólag, de abban a pillanatban, hogy bejönnek a gyerekek, belép a gondviselés szerep, és a gondviselés szerepet nem szeretik ma a mai generációk, ezért azt akarják ellökni magától, ezért ugye nagy részt, ahol amúgy lehetne, és amúgy minden lehetőség megvan rá, hogy gyermeket vállaljanak, ott is inkább kutyát vállalnak. Tehát ugye kevesebb gond van vele, mint a gyerekkel, az 10 év múlva megdöglik, illetve egyszer kell neki enni adni, és még sorolhatnám tovább, tehát nincs az a teher vele, nem kell anyakönyveztetni, nem kell iskolába járatni, nem kell pelenkázni, szóval egy csomó minden, és ez annyira megdöbbentő, hogy ez mint a futó tűz úgy terjed, és nagyon sajnálatos ez. Tehát nagyon fontos, hogy az apa az egyben a család, mert a család az egy gyülekezet, bibliai család, az a gyülekezet, a család pásztora is, és ezért nagyon fontos, hogy őrözzen és biztonságot adjon a család számára. Ezért nagyon, amikor bibliai családról beszélünk, azért is veszem ezt a kettőt egybe, mert ma külön válik a férj és külön válik az apa szerep. A férj az ugye nagyon sokszor összeházasodnak, ugye a négy gyerek, a legtöbb válás különben, vagy hála Istennek, még akkor inkább így fogalmazok, azoknál a családoknál történik, ahol még nincs gyerek. Tehát sokkal több az olyan válás. Azért, mert a férj és a feleség szerepben úgy gondolják a felek, hogy abból könnyebben ki lehet lépni, ugyanis abban nincs meg az a felelősség, mint a bibliai családban, hogy egy férj szerepből ki lehet lépni. Viszont egy apa szerepből soha az életben nem lehet kilépni. Ahol nem lehet kilépni. Teljesen mindegy, hogy a gyerek megy el, te mész el, te válsz el, tőled vál, teljesen mindegy, hogy mi történik. Egy férjszer, feleség szerepből ki lehet lépni, de egy apa és anya szerepből nem lehet kilépni. Tehát az nem egy olyan dolog, tehát ugye ezért megrázva az, amikor ugye az ember találkozik olyan gyerekekkel, akik ugye intézetben nőnek fel, és olyan meglepő dolog az, hogy elmondják azt, hogy gyakorlatilag soha életükben nem látták az apjukat és az anyukat. És ugye, amikor egy apa és egy anya belegondol abba, hogy nem látom a gyerekemet, ezt egyszerűen nem lehet, tehát egy apa és anya szemlélettel gondolkodó emberi értelemnek és szívnek, ezt nem lehet értelmezni. Tehát ezt nem lehet értelmezni, hogy mi az, hogy nem látom. Mi az, hogy
nem hallok rá. Mi az, hogy soha nem láttam, soha nem vettem a kezembe. Tehát ezt nehéz, nehéz értelmezni. Én úgy gondolom, hogy azok, akik ezt meg tudják tenni, ugye persze sok mindenre hivatkoznak, anyagi körülménye, stb. Azok valójában, vagy gondoljatok, itt van ez a másik nagy húbort, ez a béranyaság, bérapasság kérdése, amikor ugye egy anya, mert még a bérapasságot ugye könnyebben megmagyarázzák, az, hogy lefekszik egy nővel, hát oké, tipipáljon. De az anyai oldalról, hogy kihord egy gyereket 9 hónapig, és utána azt átadja annak, aki azt nemzette, és utána ő neki soha többet semmilyen köze nincs hozzá, tehát ezért is hívják béranyának. Tehát én azt gondolom, hogy a 9 hónap összeköttetése gyermekkel, egy magzattal, az egy olyan szoros köteléket ad, hogy ezt én nem is tudom, hogy ezt egyáltalán törvényileg hogy engedik meg, és hogy lehet ezt. Ez magyarán mondva az anyaságnak, az anyaságnak a lényegét zúzza széjjel. Ugye ezek a híres sztárok, itt van az egyik focista is, ez a Ronaldo is, ugye most talán már most egy ikrei születtek, meg már volt egy fia, tehát ugye nincs feleség, hanem béranyának ad egy csomó pénzt, és akkor az ő hímivar sejtjével gyakorlatilag meg van termékenyítve, és az ő gyerekkel lesz, de ugye egy béranya fordja ki. Tehát azért mondom nektek, hogy ez egy nagyon fontos az anya, az apa és a férj-feleség szerepben, hogy amíg a férj és a feleség szerepből természetesen nem ajánlott, de ki lehet lépni, van lehetőség, ugye a férfi el tud válni a feleségétől, a feleség el tud válni a férfitől. Erre a jog és még a Biblia is ad lehetőséget. Viszont apa nem tud elválni a gyerekétől, és anya sem tud elválni a gyerekétől. Tehát apai és anyai kapcsolatot, ezért ugye nagyon kellemetlen egy válás után, ha mind a két fél ragaszkodik továbbra is a gyerekekhez. Miért kellemetlen? Azért, mert gyakorlatilag a gyerekek szét vannak szakítva, és nagyon nehéz úgy apának és anyának maradni, hogy egyik hétvégén apa, másik hétvégén anya. Tehát ez a férjnek és a feleségnek, akik elválnak, egy olyan megállapodás, egy olyan türelem és egy olyan normális kapcsolatot kell, hogy kialakítsanak, hogy a gyerekek ebben ne sírjenek. Ez az esetek többségében nem sikerül sajnos. Nem sikerül. Nagyon ritka az az eset, amikor a gyerekeket szem előtt tartva, azt nem lehet mondani, hogy a gyerekek a válásban nem vesznek észre semmit, ez nem igaz. Ez biztos, hogy nem igaz, de azt gondolom, hogy ez még a kisebb rossz, a rosszabb akkor történik a gyerekkel, az apa és az anya szerep kimarad a családból. Tehát ugye az apa megígéri, hogy majd jön, aztán ugye lesz egy új családja, aztán lemarad, aztán nem jön, aztán lesznek új gyerekei, aztán azok lesznek a fontosabbak, és akkor ugye valaki elmarad. Én is ismerek olyan keresztény családot bizony, ahol ugye volt egy első házasságuk, elváltak, megtértek, lett új házasság, az új házasságban lett új gyerek, és bizony azok a gyerekek, akik a megtérésük előtti házasságból születtek, azok gyakorlatilag egyértelműen úgy érzik, mintha a családhoz sem tartoznának. És itt tudjátok, a legnagyobb sérelmet nem is annyira a válás, mondom, mindenképpen a válás okoz sérelmet, de a legnagyobb sérelmet az okozza, ha még válás is történik, hogy nem marad apja vagy anyja a gyereknek. Tehát azt én azt gondolom, hogy ebből a szerepből nem lehet kilépni. Ezért nem mindegy, hogy milyen az apa. Nem mindegy, hogyha árnyékapa, ugye az árnyékapákat, amiket mondtam, hogy az árnyékapa az, hogy testben otthon van, de gyakorlatilag nincsen. Az árnyékapákkal az a baj, hogy az gyakorlatilag olyan, mintha a gyereknek nem lenne apja. Az infantilis apával is az a baj, hogyha egy a gyerekek közül az apa, és ugye az apa sok előszeretettel szeret ő is a játszótéren homokozni, és ritkábban fedd és nevel, akkor az gyakorlatilag egy a gyerekek közül. Hát én a feleségektől sokszor hallom, amikor mondja, hogy mondom, hogy megy a 3 gyerek nevelés, és akkor szokták nekem mondani, hogy nem 3, hanem 4, mert gyakorlatilag ugye a férfit is közé sorolja. Tehát ez az infantilis apa, és ugye a humanista apát, amit elmondtam, az pedig nagyon veszélyes, mert az nem nevel, nincs nevelés, a tekintélyelvű apával pedig az a baj, hogy a gyerek tiszteli, de nem azért tiszteli, mert az apja, hanem azért tiszteli, mert fél tőle. A kettő között óriási különbség van, hogy egy gyerek félelemből tisztel, mert szeretném elmondani, hogy félelemből csak addig tisztel, amíg anyagi vagy egyéb megfontolása van abban a pillanatban. Általában ezek a gyerekek azok, akik úgy húznak el az első adandó alkalommal, fölborítva a saját életüket a szülői házból, amilyen gyorsan csak tudnak. És ez tök érthető, ez nem a gyerek hibája, viszont az sem normális, hogy a gyerek előbb kell, hogy felnőtté váljon, mint ahogy az ideje. Tehát nem, én a saját példámat tudom mondani, én 14 éves koromban elkerültem otthonról, 14 éves korú gyerek még nem válhat felnőtté. Tehát az, hogy 16-17 éves már felnőtté válik, az rendben. A 14 éves gyerek még nem válhat felnőtté, az még túl korai, tehát ott még azért van egy szakasz,
a kamasz szakasz, amit bizony érdemes tekintély alatt tölteni, mert most nekem egy isteni szerencsém volt, hogy megtérhettem, és tényleg szívből megtértem, és ugye a szabadságomat nem arra használtam ki, mert gyakorlatilag 14 éves korom óta senki nem mondta, hogy mikor menjek haza, senki nem mondta, hogy mit szabad, mit nem szabad, senki nem mondta, hogy mi tiltott, mi nem tiltott, tehát gyakorlatilag, ha azt gondolom, hogy nem ismerem meg az Istent, akkor alakulhat az életem egész másképp is, pontosan azért, mert egy 14 éves gyerek még nem tud a szabadságával élni. Nem tudja, hogy a szabadságnak vannak határai, nem tudja, hogy nem az a szabadság, hogy most akkor engem elengednek, és akkor majd 30 nap múlva hazajövök, és nem kell beszámoljak, ezt nem tudja még egy 14 éves gyerek. Egy 14 éves gyerek a szabadságnak azt tartja, hogy mindent szabad neki, de tudjuk mi nagyon jól, hogy nem az a szabadság, hogy mindent szabad nekünk, hanem az a szabadság, hogy tudjuk, hogy mit szabad nekünk. Az nagy különbség, mert szabad nekünk vízbe fújtani magunkat is. Szabad nekünk beleszúrni egy másik emberbe a kést is, mert nincsenek az emberek páncélba, de ez nem biztos, hogy ez a szabadság. Ezért nagyon fontos az apa, ahogy lerögzítettük az anya szerepnél is, és itt az apa szerepnél is nagyon fontos lerögzítenem, hogy az apa szerepből soha nem lehet kilépni. Nézzétek meg, ma még ugye most viszonylag egy jó propaganda van arról, és én ennek szívből örülök, és nem akarom akármennyire, és sok mindenben nem értek egyet a mai Magyarország vezetésével, de azt mindenképpen el kell ismerni, és érdemnek tartom, hogy növekednek a házasságok. Önmagában ennek én nagyon szívből örülök, mert a növekvő házasságok megadják annak a lehetőségét, hogy lehet, hogy lesznek apák és anyák. Viszont annak nem örülök, hogy a házasságok növekedésével a halálozás még mindig több, mint a születés. Tehát önmagában ez már egy, és ha nem vagyok egyik párt felé se elkötelezve, sőt úgy vagyok a pártokkal, hogy tisztelem őket, ha jól csinálnak, és nem fogok rájuk szavazni, ha rosszat csinálnak, függetlenül attól, hogy melyik oldalinak mondja magát. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk magyaroknak, meg bármelyik nemzetben szerintem a pártunkat, egy pártvezetőt, egy miniszterelnököt nem szeretni kell. Szeretni a feleségedet, a férjedet, a gyerekedet, az anyádat, az apádot kell, őt pedig tisztelni kell, ha tisztességgel végzi a munkáját. Legyen az bárki, teljesen mindegy, ki az. Én azt gondolom, és nem lehet minden rosszat, mert sokszor a mai kormányról is a másik oldal csak rosszat mond. Nem igaz, mert az egy pozitív dolog, hogy növekednek a házasságok. Én azt gondolom, az egy pozitív dolog, hogy valamilyen módon homoszexualitást próbálják gátolni, vagy irányba tartani. Hogy lehet-e, az megint egy más kérdés, de ez egy pozitív dolog. Viszont önmagában, csak azt szeretném ebből kihozni, hogy önmagában az, hogy házasodások vannak, az még nem bibliai családot, még nem oldotta meg a kérdést, mert majd az oldja meg, tehát egy dolog oldja meg a kérdést, ugye ketten vannak a házasságban, az se oldja meg még a kérdést különben, hogyha egy családban van két gyerek. A kérdést azt fogja megoldani, ha legalább három gyerek van egy családban, mert akkor azt jelenti, hogy hozzájárultam a nemzetem növekedéséhez, vagy a létszám növekedéséhez. A kettő gyerekkel még csak saját magamat reprodukáltam és állítottam vissza. És ezért ugye ez egy szerencsés dolog, hogy növekednek a házasságok, de az igazi szerencsés dolog az akkor lesz majd, hogyha a születéseknek az aránya az több lesz, mint a halálozás aránya. Ugye én emlékszem, hogy 10.400.000-en voltunk, amikor én felnőtté váltam, 18 éves lettem, most 9.900.000-en vagyunk, tehát 300-400-400.000 ember gyakorlatilag az én kis röpke 20-25 évem alatt elfogyott, és ez csak hatványozódik, hiszen most ma a magyar társadalom 3,5 millió nyugdíjas tart el. Tehát az egy bődületes nagy szám. Egy arab társadalomban, egy közel-keleti társadalomban a nyugdíjasoknak az aránya az 20% alatt van. Nálunk erősen 30% fölött van. Tehát ezért mondják mindenhol, biztos halljátok a híradókban ezeket a szavakat, hogy előregedő társadalom. Igen. Tehát ez egy ténykérdés. De ez csak akkor változik meg, tehát nagyon pozitív, hogy a nők feleségek lesznek, a férfiak férjek lesznek, de az igazi változást akkor fogja elhozni, ha a férfiak egyben apák is lesznek, a hölgyek pedig egyben anyák is lesznek. Ez egy nagyon-nagyon fontos változást fog hozni. Tehát a férfinél, ahogy mondtam, őriz biztonságot ad, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A másik, mivel a család pásztora, a másik az, hogy legeltet. A legeltetés az mindig a gondoskodás jelenti. Tehát bizony a családon belül, a bibliai családon belül a férfinek kell vinni azt a terhet, a család gondviselését. Gondviselés az azt jelenti, hogy ellátás. Sajnos, hogy odáig jutottunk, hogy ma a hölgyeknek, tehát az ideális, a keleti családmodell, a bibliai családmodellben bizony
a hölgyeknek nem kellett elmenni dolgozni. Sajnos ma olyan alacsonyak és olyanok a keresetek, hogy a legtöbb családban ezt nem engedhetik meg maguknak, hanem bizony be kell segíteni az asszonynak is a munkavégzésével. Csak ugye ebbe az a rossz, hogy ez mind a család, azért vannak romokba és nehéz helyzetbe a családok, mert a túlterheltség, tehát képzeljétek el, ha egy valaki otthon van mindig és tud gondoskodni a családról, hazavár, főz, süt, de csak ha otthon van egy feleség és amikor megjön a férj, akkor csak nyugalmat ad neki, az is már többet jelent, amikor mind a kettő megérkezik a munkahelyéről, ott borítékolva van a feszültség. Tehát nem véletlenül volt az, hogy a még szegényebb időszakokban is, amikor a gyerekek jöttek, bizony a férfiak inkább reggeltestig dolgoztak, az asszonyok otthon maradtak. Nagyon ritka volt az, amikor az asszonyokat is elküldték napszámba, inkább csak szezonidőbe küldték el, amikor mit tudom én, szőlőszület volt, csak többé, akkor hozzájárultak. Inkább küldték el a kisebb fiút dolgozni, és nem engedték iskolába, mert tudták nagyon jól, hogy a család egységét az bizony azt tartja meg. Hát figyeljetek, egy három tagú családban, vagy egy öt tagú családban már van a gyerekekkel annyi teendő, hogy gyakorlatilag a munka után hazaérkezik a hölgy a 8 órás munkából, utána azt ellátni még teljesen, hogy mindenre maradjon idő, azt gondolom, hogy lehetetlen. Tehát azt gondolom, hogy lehetetlen, ez a kutyafuttában van, hogy akkor gyorsan, és akkor mindig rohan, és akkor gyerek, és akkor tudjátok már, ezt most már azért mindannyian tudjuk, hogy a rohanás ma már azt jelenti, hogy visszagondolsz, és elment 10 év. Tehát ma már nem olyan a rohanás, hogy jaj, lekéstem a buszt, hanem ma a rohanás olyan, hogy egy picit visszagondolsz, és megvan, hogy megint mindjárt karácsony lesz. Ja. Mondtam a gyerekeknek, ugye most szabadultak fel a nyári színet, stb. És akkor valamelyik este teljesen ünneponton voltam, vacsora közös hotelén, akkor mondom, megvan nektek, hogy mindjárt kezdődik az iskola? És apa, ne szórakozzál már, 3 napja kezdődött el a színet. De ha belegondolok, tehát ahogy például nézem az én nyári programomat, ugye így be vagyok osztva, és gyakorlatilag érzem már a szörnyeszkó, de érzem már az augusztusnak a szelét. Ez egy szörnyű dolog, de ma már ez, és képzeljétek el, amikor ez így minden nap így megy, tehát gyakorlatilag elrohanunk az élettől. Tehát nagyon fontos az, ugye az se rossz az apa szerepben, vagy a férj szerepben, a férj, az apa, ő a felelős a családanyagi helyzetéért. Tehát nem lehet az asszonyt felelőssé tenni, hogy miért keres ilyen keveset, miért nem vállal a többletmunkát, és nem. A család anyagi helyzetéért az apa, a férje felelős. Ha a gyerekek éhesek, azért az apa, a férje felelős, tehát ezt nem lehet rátolni. Ez egy olyan szerep, amit nem lehet rátolni senkire a családban. És ugye a negyedik, ami egy nagyon fontos apai feladat, az a vezetés, és a helyes példával való járás, tehát az apának kötelessége, ugye az anya neveli, segíti érzelmileg mindenhogyan a gyereket, de az úton tartás az bizony apai feladat. Tehát mert az útra hogy lehet visszaterelni egy gyereket? Néha így. Tehát az egy apai feladat, az úton tartás. Ugye ezt is nagyon sokszor ugye az árnyék apa, az lerúgja magáról az útontartást is, és lerúgja magáról azt, hogy az anyagi felelősség is az apáé. Tehát nem mehetek haza, nem mondhatom azt, hogy... Tehát nagyon sokszor jönnek, panaszkodnak hozzám hölgyek, hogy a férjük a fejünk köz vágja, hogy miért nem keres többet, akkor jobban élnének. Tehát nem. A férfi tette, az apát tette felelősség. Ő a felelős azért, hogy a család jóléte menjen és működjön. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ugye a Bibliában, az Ószövetségben az igére való, a bibliai családban egy nagyon fontos dolog volt. Ma ugye nagyon sokat vívódunk azon, hogy miért olyanok a kamaszok, amilyenek, és miért lesznek olyan istentelenek, és miért nem maradnak meg az Isten népe között. Tudom, hogy nagyon sokszor ez miatt a gyülekezetet teszik. Nekem is sokszor megmondják, hogy miért nem tartok két bibliai, ugye én minden hétvégén tartok bibliai iskolát. Tehát az a szülő, aki akarja, be tudja iratni a gyerekét. Nincs semmi akadálya. Sőt, ha az ifik is lennének, akkor ifi gyülekezetet is tartanánk. Tehát a gyülekezeten ez nem múlik, de sokszor mondom a szülőknek, hogy nem a gyülekezet felelőssége az, hogy a fiadat és a lányadat az Isten igényére megtanítsuk. Hanem az a szülő felelőssége, az nem egy gyülekezet kapta felelősségként, hanem az bizony egy szülő kapta felelősségként. És tudom, hogy ezt nem szeretik a szülők hallani, de sokszor ennek a humánus nevelésnek az a hátránya, hogy elröppennek az évek, és a gyerek ott áll 17, 18, 19, 20 évesen, és lövése nincsen az Isten igényéről. Lövése nincsen az Isten igényéről, tehát nem tud az Isten igényével
mit, nem tudja az Isten, nem tudja az Isten igéjével mit kezdeni. Tehát ezért az apának nagyon fontos szerepe van, mert az apa példát adhat abban, hogy hogyan kell bízni Istenben, példát adhat abban, hogy hogyan kell anyagi csődben, nehéz helyzetekben, válsághelyzetekben vezetni, viselni egy családot, egy családnak a gondját, hogyan kell jókedvűnek lenni. Tehát a példamutatás az bizony, csak gondoljatok bele, a gyerek az anyával nagyobb bensőséges viszonyban van. De példamutatás szempontjából így az apjára néz, és azt mondja, hogy na, figyelek, hogy mindegy, hogy az anyám szorgalmas, meg az anyám imádkozik, megnéz, hogy apám is csinálja. Ha apám nem csinálja, akkor az egy erősebb példa marad. Tehát a példamutatás az ilyen szempontból a férjek, az apák számára egy kicsit fontos dolog. Hogyha például egy apa ugye félrelép, vagy nézi a csajokat az utcán hívőként, akkor ez a gyerek is azt mondja, hogy ez hozzátartozik a normális családi élethez. Tehát az apánál, vagy ha otthon az apánál állandóan fölmegy a pumpa, az apa mindig minden vitatkozásban idegbeteg, kiborul a bili, akkor a gyerek is így szocializálódik, és a gyerek is azt mondja, hogy ez hozzátartozik az apai magatartáshoz, holott ez nem tartozik hozzá az apai magatartáshoz. Tehát ezért kérlek benneteket, hogy ezt a bárki kérdezi tőletek, ezt szívlejétek meg, hogy a férj és a feleség szerepből ki lehet lépni, de az apa és a anya szerepből. Nagyon sokszor, amikor a hívők jönnek hozzám, és válásra kerül a sor, hála az Úrnak a legtöbb esetben olyan volt a válás, hogy nem volt még gyerek, de sokkal nehezebb a tanácsadás, a pásztorlás és a helyzetnek a megoldása, ha már nem csak férj-feleség, hanem a apa-anya. Ott már a köröm szakadtáig küzdeni kell. Amíg egy férj-feleségnél, ott azért el lehet engedni. Ugye a férje egy kicsit, ugye most főleg az apáról beszéltem, tehát ezt kérlek, hogy ezt is szívlejétek meg, hogy az apa az pásztor a családban. Tehát a pásztor szót nem csak arra használja a Biblia, hogy mondjuk rám, hogy ennek a gyülekezetnek a pásztorja, ebben a gyülekezetben minden apa pásztor. Minden apa pásztor. Nem viselkedhet úgy csak, mint egy árnyékapa. Ebben a gyülekezetben minden apa pásztor. És én mivel tanítok bibliaiskolába, és nagyon sok embernek, hát látom a gyerekét, azt látom, hogy az apák nem pásztorok. Az apák elfelejtik betölteni a pásztori szerepet, és ez valahol meg fogja bosszulni magát, sajnos, sajnálatos módon. Ugye a férj szerepnél, ugye a férj szerep körénél egy nagyon fontos dolog, ugye mindig el szoktam mondani, és most majd megyek augusztusba Ukrajnába, ott ilyen fiatal felnőtteknek kimondottan a párválasztásról lesz szó, 3 napig legalább, hogyan válaszol, de azt gondolom, hogy egy hölgynél, amikor választ, ugye ma a választásnak az alapja az általában, hogy milyen társadalmi pozíciót tölt be a férj, bocsánat, hogy néz ki? Így kezdődik el. Izmos, sármos, ma már vannak olyan férfi ideálok, amik nem erre utaznak, hanem egészen más dizájn, mert ugye a lányok is a mintát a sztárokról veszik, és ha a sztárok már ilyen nem olyan férfias, akkor az elterjed a férfiak között is. Tehát a feleségnek, az asszonynak, a lányoknak nagyon fontos, hogy a párválasztás során meg kell ismerik, nem csak a férfinak kell tudni, hogy mi a férj szerepköre, hanem bizony egy lánynak is tudnia kell, hogy mi a férj szerepköre. Ugye nem véletlenül Isten Évát Ádám segítőtársának szánta, az azt jelenti, nincs beírva a Bibliába, de nekem meggyőződésem, hogy az Isten megtanította Évának, hogy mi az a segítőtárs. Azt, hogy mi elfelejtettük, az egy más kérdés, de Isten megtanította Évának. Ezért az első dolog az, hogy egy lánynak, aki párt választ, annak azon túl, hogy szép legyen, okos legyen, bátor legyen, gazdag legyen, mit tudom én, nem tudok mondani a lányomtól, megkérdezem, hogy most mi az etalon egy 20 éves lánynak, hogy mit néz a szemei előtt. Tényleg ezt még se kérdeztem tőlük, úgyhogy jól ezt megkérdezem, hogy tudjam, hogy mi a férfi ideálma. De nagyon fontos, hogy egy lánynak azt is ismerni kell, hogyha férhez megy, hogy mi a férfinek a szerepköre a férként, és mi a férfinek a szerepköre apaként. Tehát amikor az ember társat választ hölgyként, akkor az bizony tudnia kell, hogy a férfi szerepkör az nem abban áll, hogy erős, izmos, okos, van munkahelye, hanem egy férfi szerepkör az sok mindenben áll. Egyrészt két ok miatt kell a lánynak ismerni a férfi szerepkörét. Egyrészt, hogy ne vegye át, csak azt vegye át, ami az övé. Mert ugye Isten azt mondja, hogy nem úgy teremtette Évát, hogy amikor a férfi nem ér rá, akkor ő a,
ő legyen a férfi, ezt soha nem mondta Isten, hanem segítőtársként terelte. Ugye ezért azok a feleségek, akik ismerik a férjüknek a szerepkörét, amikor a férjük válságban van, akkor nem átvenni akarják ezt a szerepkört. Nagy különbség van, hogy segítek neki, hogy visszaálljon abba a szerepkörbe, ami neki, ami az övé, vagy elveszem és átveszem tőle. Nagyon sok hölgy abban hibázik, hogy amikor hadilábon van a férje, és most mindenki milyen okokból, de megremeg alatta a láb és az élet, ez előfordul különben férfiakkal, velünk, feleségekkel is előfordul, sajnos gyakrabban férfiakkal, de megremeg alattunk a láb, akkor nagyon sok hölgy gyorsan átveszi a férfi szerepét. És utána az történik, hogy amikor a férfi megerősödik, akkor két férfi van. Két férj van a családban, de viszont két dudás, egy csárdám, hogy mondják, igen, nem fér meg. És ezért ugye utána megy a tusa, hogy a nő nem akarja visszaadni, a férfi meg egyáltalán belefárad, hogy visszamegye, és nem egészséges dolog az, ugye, tudjátok, még az ember is meg szokta jegyezni, hogyha látsz idegen házas párokat, és akkor amikor ugye hát ott előttük nem, de ha mögöttük, ha elhagyjuk őket, akkor meg szoktuk jegyezni, hogy na, itt se az ember hordja a nadrágot. Ez sajnos, ezt nagyon nehezen tudja kihagyni az ember, mert egyszer, főleg amikor égbe kiáltó. És ez nem egy negatívum csak, vagy ez egy egészséges kritika, ha tényleg így van. Azért, mert és itt elsősorban nem a férjet, hanem elsősorban itt ott követték el a hibát, hogy a feleség lehet, hogy igazából nincs tisztában, hogy mi a férfi szerepköre, és lehet, hogy jó szándékból át akarja venni ezeket a szerepköröket, de nem jó a szerepköröket átvenni. A második pedig, amit ismernie kell egy feleségnek is, ugye ezt felejtik el megismerni a házasság előtt, a jegyesség, ugye erről nem tudtam, most még nem is voltak itt, akik érintettek voltak ebben, de a jegyességről is érdemes egyszer majd beszélni, mert a jegyesség az nem arról szól, hogy boldogan megszervezzük az esküvőt a 6 hónap jegyesség alatt, hanem a jegyesség az arról szól, hogy a lány meggyőződik arról, három dologról meg kell győződjön. Az egyik az, hogy a férfinek megvan-e az önfenntartó képessége, tehát képes-e magát eltartani. Ha nem képes magát eltartani, akkor nem nagyon javasolt a házasság, mert mi az, ami megváltoztatná, ha saját magát nem volt képes eltartani, akkor utána az, hogy bejön mellé még egy személy, az csak nehezít a dolgon, nem könnyít. Tehát ez az első. Hogy a másik pedig az, hogy megvannak-e benne azok a tulajdonságok, amik első körben képesek a férj szerep betöltésére, aztán második körben az apa szerep betöltésére. Például, hogyha egy lánynak udvarol, egy minden szempontból megfelel a férfi, minden szempontból. De amikor gyereksírást hall, amikor gyereket lát, akkor ideges lesz, nekem is van egy ismerősöm, akkor mikor megyünk, vagy utazunk, és a gyerek sírást hall, akkor tiszta idegbeteg lesz, miért nem dobják már ki ezt a gyereket, stb. Tehát így beszél róla. Természetesen nincs is gyermeke. Miért? Azért, mert hát nincs meg benne az a szív. Viszont ha mondjuk szerelmesek kézenfogva járkálnak, és már szervezik az esküvőt, és amikor a feleség, vagy a mennyasszony így megjegyzi, hogy de szép az a babakocsi, de aranyos az a gyerek, és a férj azt mondja, kell a francnak ez a sírós baba, stb. Akkor ezeket érdemes megjegyezni, mert ez azt jelenti, hogy valószínű, hogy ott valami belül elkattant, és nem fog másképp bánni a sajátjával sem. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és általában a lányokat elvakítja a vágy, a szerelem, és elfelejtik megnézni, hogy azok a paraméterek, és higgyétek el, hogy a jegyességet nem arra adta Isten, és pontosan ez a bölcs a Bibliában, hogy szexuálisan minden irányból kipróbálják egymást, hanem a jegyességet pontosan arra adta Isten, hogy megpróbáltassa, megfigyelje mind a két fél azt, hogy képesek leszünk mi leélni az életünk. Megvan-e egymás, és ezt mind a kettőnek kölcsönösen figyelnie kell. Tehát egy férfi számára is elengedhetetlenül figyelni kell arra, hogy abban a lányban megvannak-e azok a tulajdonok. Képes lesz-e ott állni a tűzhely előtt két órát megfőzni egy kaját? Képes lesz-e három évig, négy évig ringatni egy gyereket, tehát megvan-e hozzá türelme. Tehát ezeket mind meg kell figyelni, és a jegyességben ezt felejtik el, hanem mindennel foglalkoznak, egy ilyen lila ködben úszik az egész jegyesség, és amikor összeházasodnak, ugye lemegy ez a lila köd, elindul a hétfő, amikor már nem lesz több esküvő, nem lesz több nászú, nem lesz több semmi, elindul a valóság, és azt mondja, hogy hát te ilyen vagy. Hát én ezt nem láttam, hát persze, hogy nem láttam, mert nem ezt nézte. Nem ezt nézte? Ezért az a jó jegyesség, amelyik mindegyik életszituációba belekerülnek az emberek benne.
Ezért nagyon fontos, hogy a férj szerepkörébe, a férj szerepkörét a lányoknak ismerniük kell. Azt is ismernie kell egy lánynak, hogy a legnagyobb segítséget akkor tudja adni a férjének, hogyha nehéz helyzetben van, akkor nem lehúzza, nem bíztatja, bátorít egy férfi, egy gödörből, egy nehéz helyzetből, ha felesége van, csak a felesége támogatásával tud kijönni. És nem az kell a feleségének, hogy meg kell oldja helyette, hanem bátorítani és biztatni kell. A legtöbb feleség általában ilyen helyzetben mit csinál? De bunkó. De hülye vagy te. Miért hozzád mentem? Hallgassatok pár beszédeket. Nagyon szörnyű. Nagyon szörnyű, de ez egy kor, ez ma egy kor szellem. Kor szellem. Tehát annak, hogy a férj jól tölti be a szerepét, annak egyetlen egy jele van, hogy a felesége boldog. Nem az anyagi, nem a lakás mérete, nem az autó mérete, nem a gyerekek száma, nem a gyerekek száma, mert ugye szokták mondani, hogy hát persze, hogy jó apa vagyok, jó férj, hát már van 8 gyerekem. Ugye egyszer volt egy beszélgetés a Gerendás Péter művész úr és egy keresztény ember között. A Gerendás Péternek is 8 gyereke van, és ennek a keresztény embernek is 8 gyereke van. Beszélgetnek egymással, és egymásnak találnak, hogy ők 8 gyerek, hát ugye azért ritkán találkozik 2-8 gyerekes apa. És 2-8 beszélgetnek egymással, sőt, és egyszer csak eszébe jut az egyiknek, azt mondja, figyelj, bocs, egy kérdés. Neked ez hány anyától van? Egytől? És akkor mondja a Gerendás Péter, hogy nem, ő neki 4-től. Vagy 3-től, most nem tudom pontosan. A másik mondja, hogy ő neki 1-től. És ugye ott van egy érdekes különbség, azért ott egy egész más helyzet alakul, ki. Ezért nagyon fontos, hogy nem mindegy, mert ugye most, ha a legutolsó felesége éppen ennek a személynek boldog, hát persze, mert nincs a nyakán az a másik 6 gyerek, az a másik 3 asszonynál van. De az, hogyha egy 8 gyerek után is boldog tud maradni a férje mellett, az azt jelenti, hogy a férfi akkor jól látja el a szerepkörét. Ezért igazániból tudjátok, én 30 éve, de 20 éve, 25 éve benne vagyok a pásztorlásban, amikor tanácsadásra jönnek hozzám férj és feleség. Akkor én első körben megnézem a feleséget, hogy milyen állapotban van. Nem a férjét nézem meg, a feleséget nézem, belenézek, figyelem előtte, még mikor az időpontot kérték, nézem, hogy hogy mozog, mennyit nevet, mennyit mosog, és ha boldogtalan a feleség, látom rajta, akkor ott ugye leszükült a kör, ott két baj van, át akarta venni a férfi szerepkörét, és nem bír vele megbírkozni, vagy a férje nem tölti be a szerepkörét. Ott nem kell belemenni, hogy ilyen apróságból, hogy nem vitte haza az ebédet, elfelejtett bevásárolni, ezek a duma része. Tehát ez, a gyökér ez nem innen indul, most ki mit felejtett el, meg ki miben hülye, meg ki miben okos. Nem innen indul, ez a duma része. Ez a két dolog történik, és ugye a feleség sokszor azért boldogtalan, mert bizony, ez nagyon sokszor csak a házasságban derül ki, ezért én a jegyeseket arra szoktam bátorítani, hogy a jegyesség az egy kőkemény dolog, ott nagyon sok mindent meg kell figyelni, és a jegyesség bizony egy olyan dolog, nagyon kellemetlen, egy olyan dolog, hogy inkább a jegyesség végén kell azt mondani, hogy a jegyesség közben, hogy figyelj, nem látom benned azokat a szerepköröket, amik lehetővé teszik azt, hogy én hozzád menjek feleségül, vagy fordítva elvegyenek feleségül, és a jegyességbe még el lehet válni. Ezért például a jegyességbe különösen nem javasolt a szexuális kontaktus, mert ha föl kell bontani a jegyességet, és mondjuk teherbe esik a kislány, akkor ott már nincs visszamit. Ott akkor házasság lesz belőle. És meg tudják egymást őrizni. Tisztán ezért a jegyesség az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ma ez bizony a fiataloknak nincs megtanítva, azt hiszik, hogy jegyesség az csak egy ilyen előjáték a házasságnak, nem? A jegyességbe kell meghozni a fontos döntéseket. Házasságban mit hozol meg? Be van írva a nevetek, te vagy a Kovács Béláné, összeköltöztek, mit, ott már mit hoz meg az ember? Ott derül ki, hogy nem tud fogadmosni a férfi, mit tudom én, vagy pár dolog. Hát ezért van az, hogy a jegyességbe sokan tiltják, hogy a jegyességben ne legyenek együtt. Természetesen ne éljenek együtt, de én mindig azt szoktam tanácsolni, hogy a jegyességbe a jegyespár a lehető legtöbb időt töltse el egymással. És mindenféle szituáció, vesszenek össze? Ne beszéljenek egymással 3 napig, legyenek mindenféle szituációban, hogy lássák azt, hogy hát most összevesznek jegyességbe, és a srác nem jön vissza soha többet, hát akkor nehogy hozzá merjen menni feleség, hogy ő megy könyörögni, hát tehogy is, hát ott azt le kell tesztelni. A jegyesség az bizony egy nagy teszt. A másik, amit ha a bibliai családot nézem, és ugye itt van egy nagy dilemma, hogy akkor a keresztény lányoknak hozzá lehet-e menni világi fiúhoz, vagy a világi fiúknak el lehet-e venni keresztény lányokat. Természetesen a világi fiúk erőszeretettel szeretnek elvenni keresztény lányokat, mert a keresztény lányok tiszták.
keresztény lányokon nem ment végig a néphadsereg, meg a köztársasági őrezred, hanem tiszták. Tisztek. És ez egy férfi számára egy nagyon-nagyon fontos dolog. Természetesen szerintem az asszony számára is fontos ez, csak mi férfiak ezt mindig másképp gondoljuk, mindig azt mondjuk, hogy csak az asszonynak kell tisztának. Nem? Ez az asszony számára is nagyon fontos, hát az asszony sem örülnek, hogyha hozzámegy egy férfihez, és azt mondja, hogy jaj, de örülök, drágám, te vagy a 4006-dik, épp most jegyeztem föl, hát az nem tölti el boldogsággal. Sokkal boldogabb, ha azt mondják, hogy te vagy az igazi szerelmem az életemben. Te vagy az első nagy, vagy legalább a második, tehát dobogós legyen. De hát az, hogy ő a 4005-dik, az azért nem egy akkora boldogság. És ezért nagyon fontos, hogy az asszonynak is ismernie kell a férj szerepkörét. És ugye a férj szerepköréhez, ahogy mondtam, hozzátartozik az, hogy az látszik, hogy a felesége boldog, ő a család fenntartó, ez egy nagyon fontos dolog. Ő viseli a család terhét, ez ugye nem változik az apában. És még egy érdekes dolgot kell megfigyelni a férfinél. Ugye az apánál ez nem, természetesen az az igazi az apánál is megvan, de a férfinél a választásán meg kell figyelni, hogy bízik-e Istenben. Tehát, hogy van-e hite, van-e kapaszkodója, bízik-e Istenben. Tehát ezért ugye azt szoktuk tanácsolni a keresztény lányoknak és a keresztény fiúknak, hogy mindent tegyenek meg azért, hogy hívő házastársuk legyen. Mert ugye ez egy nagyon fontos kérdés egy férfi, különösen egy férfi életében, hogy bízik-e Istenben. Miért fontos? Azért, mert az áldást Isten úgy teremtette meg, hogy a férfi feje a Krisztus, és a férfi pedig feje a feleségnek. Tehát magyarán mondva, a feleség, ha beledöglik is, csak kérdezzétek meg a felemásigában élőket, ha beledöglik is, nagyon nehezen jön át az isteni áldás. Miért? Mert ott van egy fej, ami az övé és az Isten közé van beiktatva. Nem úgy működik, hogy akkor majd kikerüli a férfit, hanem bizony úgy működik az áldás, hogy a férfi feje Krisztus, és a férfi fel a feleségét. És a férfi feje nem Krisztusban van, akkor ott van egy bizony egy döcögés. Természetesen ugyanez fordítva is igaz. Ezért például nagyon fontos megnézni, hogy ne csak egy szerelem sodorjon el, ne csak egy munkahelyi kapcsolat, ugye fiatal keresztény lányok ki vannak ennek szolgáltatva, tiszták, rendesek, aranyosak, vannak a férfiúk, ezek a macsó fiúk, akik semmi más nem akar, higgyétek, és semmi más nem akar, csak lefeküdni, tehát utána lép tovább, mert lövése nincs, hogy milyen férnek, meg apának lenni, csak akar egy skalpot ejteni, és bizony felnőtt, fiatal felnőtt korban nagyon sok keresztény lány, ugye vissza van folytva, nem alakíthatott ki kapcsolatokat, barátokat, fiúkkal nem is nagyon beszélgethetett, és bedől az első ilyennek, és az első ilyen lefekteti, és megvan a baj. Megvan a nagyon nagy baj, tehát a lányok ennek nagyon-nagyon ki vannak téve. A Biblia azt mondja, hogy átkozott az a férfi, aki emberi Jeremiás 17:5-6, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordult a szíve, olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Jeremiáson verjétek le a port, ezt ő mondta, én csak felolvastam, de volt ebben tapasztalata, higgyétek el, tehát azt mondja, hogy az a férfi, aki nem Istenben bízik, annak nincs más lehetősége, mint az emberi erejére, a testi erejére támaszkodik, de azt mondja, hogy ez elfordítja az Úrtól a szívet. Áldott az a férfi, szintén Jeremiás mondja, ő elmondja mind a kettőt, áldott az a férfi, férj, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig gereszti gyökerét, nem fél, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad, száraz esztendőben sincs gondja, szüntelen termi a gyümölcsét. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog. Ez egy férfiú, egy férnek ezt az áldást Isten megadta, hogyha szűk esztendők vannak, nehéz esztendők vannak, akkor is terem gyümölcsöt. Tehát a nehéz esztendőkön, tehát például az egy nagyon rossz dolog, amikor a családba beüt a krak, és a férfi fölmondja a szolgálatot. Tehát ott a férfinek adta meg ezt a képességet az Isten, hogy mit mond itt az ige? Száraz esztendőben is szüntelenül termi gyümölcsét. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És a férfi szerepéről Pál apostol beszél a legátfogóbban, Efézus 5:21-32. Ezt azért mindenképpen föl kell olvassam, mert fontos. Ha ez itt életre kell, de mindjárt dobom. Efézus 5:21. Következőt mondja ez a Pali apostol. Ti azt mondjuk, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak,
tehát a férj fele a feleségnek, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek. Tehát itt egy nagyon fontos dolog van, amit már említettem, hogy értsétek meg, hogy a férj fele a feleségnek, és a férfi feje Krisztus, és ha a férfi feje nem Krisztus, akkor fölborul, akkor egyszerűen nem jön létre a bibliai család. De amiképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek. Ti férfiak, és most jönnek a feladatok, szeressétek a feleségeteket, miképpen a Krisztus is szereti az egyházat. Ugye itt ez egy, és önmagát adta érte, itt ez egy nagyon feladja a labdát egy férfinak, azt mondja, hogy úgy szeresd a feleségedet, mint ahogy a Krisztus szerette az egyházat. Ez meredek, tehát itt most ugye ilyen rostályzói nyelvvel lefordítva, hogy rohadtul kell szeretni a feleséget. Tehát itt nagyon, tehát itt nem lehet, itt nincs mellébeszélés, itt nincs egy picit, meg izé. Tehát itt nagyon, mert különben nem tudom betölteni a férj szerepét. Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által. Itt nagyon fontos, ugye, hogy igeileg is képbe kell legyen a férfinek. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát is szereti. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja, míg éppen az Úr is az egyházat. Tehát itt még egy nagy titkot elárul, ugye itt kifejti, ugye, ahogy mondtam, hogy rohadtul kell szeretni, itt Pál apostol ezt azért úgy finomítja, de egyben szigorítja, és azt mondja, hogy legalább úgy kell szeretni egy férfinek a feleségét, mint a saját testét. Ez egy nagyon fontos alapelv. Akkor még egy, ami nagyon fontos, ugye szintén az Efézus levélben lehet látni, amit felolvastam. Tehát a férfi szerepe a családban, az egyik ugye az a vezetés, ez egy nagyon fontos szerepe a vezetés. Tehát ugye ahogy az autót is vezetni kell, ugye a családot is vezetni kell. Tehát ugye nagyon nagy hiány van, amikor a férfi nem vezet, vagy amikor a feleség nem adja oda a vezetés felelősségét a férjnek, de a vezetés felelőssége, a család irányítása a férj szerepe. Úgy, ahogy amikor egy autóba megyünk, és aki az anyós ülésen ül, azt nem lehet felelőssé tenni a balesetért. Hogy most ő azt mondta, tehát ugye, ha egy anyós ülésen kinézve, hogy azt mondja, hogy mehetsz nyugodtan, és akkor te elindulsz, te vezet, nem, de mindenki kívülözni, hogy nézd meg, mert ne higgyél neki, mert ha megvan a baleset, nem azt fogják mondani, hogy ő azt mondta, hogy mehetek, hát azt fogják mondani, hogy miért nem nézted meg. Tehát ez a vezetés feladata az a férfié, és akkor érvényesül, és akkor működik egy bibliai család, ha a férj vezeti a családot. Szeretném elmondani, hogy a vezetés az nem egy rang, nem őrmester, őrnagy, alezredes a családban a férfi, hanem a vezetés az egy feladatkör. Ahogy a feleségnek sem egy alábecsülés, egy lebecsülés, hogy segítőtárs, hanem egy feladatkör. Ez között óriási különbség van. Hogy a gyülekezetben is az, hogy az egyiknek a feladatkör egy pásztor, a másiknak, hogy dicséretbe szolgál, a harmadik, hogy segít, a negyedik, hogy imádkozik, ez nem alá és fölé rendeltséget jelent, hanem feladatköröket jelent. Azt mondja, hogy ad az egyházba különböző ajándékokat. Miért adja az ajándékokat? Hogy az egyház épüljön. Nem azért, hogy egymást túl licitáljuk. Ezért nagyon fontos a vezetés, a férj szerepében ez nem egy rang, hanem ez elsősorban felelősséget jelent a feleség, a gyerek, az anyagi, az egészség, a lelki jólét felett. Tehát a férjnek úgy kell vezetnie a családját, nem vezetheti be, hogy na most elmegyünk akkor a csalánosba kirándulni. Mert az én bőröm, gyerekkor olyan régen jártam már csalánba, hogy az én bőröm is, az összes gyerek 3 hónapig kintéses lesz, mert a férfi boldog volt, hogy vezette a családot. Vagy ő mindenképpen minden nap tökfőzeleket akar enni, mert az úgy jó, a gyerekeknek már hány nap tőle, mert kintésesek lesznek, de nem, ő olyan irányba vezeti. Nem vezetheti ilyen irányban, csak olyan irányba vezetheti, ahol meg kell őrizni az egészségüket, a lelki jólétüket. Ezért a férfinek kell vezetnie a családot, ez egy nagyon fontos dolog. A férfinek kell, ezért mikor egy lány házasodik, akkor meg kell azt nézni, hogy a férfi hazatalál-e? A férfi tudja a saját életét vezetni. Ha nem tudja a férfi a saját életét vezetni, akkor nem fogja tudni két emberét se vezetni. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A vezetés amúgy egy bibliai szolgálat is, ugye ahogy mondjuk, hogy a férj feje a feleségnek. Tehát vezeti a feleséget. Ez egy bibliai szolgálat is a vezetés. A vezetni még egy fontos dolog, hogy vezetni a férfinek úgy kell, hogy a család többi tagja is ki tudjon bontakozni.
ez egy nagyon fontos a bibliai család vezetése, hogy nem lehet, hogy én vezetek, én kibontakozok, én vagyok a sztár. Tehát az is rossz, hogy családban, hogy minden csak a férfi csinál jól. A többi a családban tök hülye. Tök hülye. Tök hülye. Tehát, és akkor mindig a férfi, Ukrajnában voltam, és ott volt egy férfi, és akkor ott volt a családjában, és elkezdi, ugye idézi Jézust, most itt poénból vagy nem, nem tudom, de valószínűleg nem, idézi Jézust, és azt mondja, hogy családjában kiáll az udvar közepén, és azt mondja, hogy elfajzott bűnös nemzetség, meddig leszek még veletek? Na most ez egy nagyon szép mondat volt Jézus szájából. De egy családapa szájából ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ő hülyéket vezet. És hogy meddig lesz, de azt jelenti, hogy ha hülyéket vezet, akkor azért vezet hülyéket, mert rosszul vezet. Mert rosszul vezet. Tehát akkor saját magára mondja ki az első kritikát, de ugye ezt nem veszi észre, ez a Szálka és a Gerenda esete. Ezért nagyon fontos, hogy a vezetésnek olyannak kell lenni, hogy a többi gyerek kibontakozzon, a többi családtag kibontakozzon, a feleség ne egy ilyen reszkető idegbeteg legyen a férjem mellett, és nem tudok válaszolni, majd megjön a férjem, nem tudom, hogy itthon van-e, mert nem mondta, hogy megmondhatom, hogy itthon van-e. Tehát nem egy ilyen személyiségét vesztett embernek kell legyen, hanem egy olyan embernek, aki bizony, hogyha a férje kikerül abból a helyzetből, akkor bizony, hogy neki vezetnie kell. Tehát őt úgy kell megtanítani, úgy kell vezetni, hogy ő is képes legyen döntések hozatalára. Ez nagyon fontos. Ugye különböző vezetési stílusok vannak. Lehet önkényuralmi, az önkényuralmi az azt jelenti, hogy ez van és kész. Gyerek hazajön, apa elmentek, nem, ez van és kész. Nem, ott azért érdemes egy mondatot hozzáfűzni, és most azért nem mehetsz el, mert már múlt héten is kétszer el voltál. Tehát mindenképpen ugye, tudjátok, még egy bírósági határozat is olyan, hogy leírják, hogy bűnös vagy, vagy mi van, te vagy a hibás, utána van egy olyan rész, hogy indoklás. Az más kérdés, hogy a bírósági határozatokban ember nem érti az indoklás részt, de ugye az emberi beszédben is fontos az indoklás rész. Hogy azért döntöttem így, mert csak, igen, ez az egyik, a csak is egy, az egy rövid indoklás csak, de érdemesebb azért ezt kifejteni. Miért? Azért, mert ugye a többiek úgy tanulják meg, akkor van a demokratikus vezetés, úgy se lehet vezetni egy bibliai családot, hogy na, akkor szavazzuk meg. Most menjünk nyaralni. Szavazzuk meg. A gyerekek arra szavaznak, hogy menjünk. Ti tudjátok, hogy nincs rá pénz. Akkor most mit szavazunk? Demokratikussal? Szavazzunk meg. És ha van három gyereknek két felnőtt, akkor a gyerekek megszavazzák 3-2-re, hogy megyünk nyaralni. De nincs rá pénz. Akkor most mi? Akkor mi alapján hozzuk meg a döntést? Tehát ezért nem működik a demokratikus, akkor van a másik, a ráhagyós vezetés, hogy jaj, csak már hagyjatok békén neki, mit csináltok azt, amit akartok. Ugye, apa vehetek csokit, nem vehetsz, mert 4 nap van fizetésig, és be van osztva minden pénzünk. Majd fizetéskor veszek neked egy csokit. De apa, hadd vegyek csokit. És akkor ugye a ráhagyós az mit jelent, hogy jól hagyjál békén, vedd meg azt. Nem. A ráhagyós az azt jelenti, ugye, nálam is sokszor van, hogy a gyerek milyen többször bepróbálkozik egy dologgal. És én mindig határozottan kiskorútól kezdve úgy neveltem őket, hogyha egyszer kimondtam, hogy nem, akkor be lehet azzal próbálkozni 4-5-ször, az, hogy nem lesz ráhagyós. Ha hibáztam, akkor maximum azt mondom, hogy nem tudsz elmenni, de utólag rájöttem, hogy hibáztam, el kellett volna, hogy engedjelek, akkor bocsánatot kérek tőle, de az már úgy maradt az eset. Miért? Hogy a gyerek ne tanulja meg a visszavonást, és akkor a következőnél majd beírok neki egy piros pontot, majd kétszer elengedem, és akkor nem kell könyörögjön. De semmiképpen a ráhagyós vezetés sem működik, hogy na, akkor jó van, akkor mindenki csinál azt, amit akar. Nagyon tetszik az, hát nem tetszik, csak negatív példaként mondom el, hogy összevesznek, és akkor megfordul, sarkon fordul, és elmegy. Ez a ráhagyó, hát ettől nem oldódik meg. Tudjátok, ettől mitől pedig? Akkor a gáz lesz, még az ideg, még jobban széttöpi a másikat. Tehát ugye egy férfi különösen nem tehet meg olyat, hogy sarkon fordul és kimegy. Tehát én sokszor látom, miért jöttél el otthonról? Hát úgy fog idegesítettek, elmentem 3 napra horgászni. Így mondom, ezt most akkor megoldottad ezt a családi problémát, csodálkozó, hogyha majd az asszony meg mire hazai, szájba bújik a szomszédra. Mert mondom, felhúztad az agyát, ott hagytad magába, és akkor te elmentél percázni. Mondom, ilyen nincsen, ilyen műfaj. Hát azt akkor megyünk el, amikor minimum felfüggesztettük a vitát. Minimum eljutottunk odáig, hogy figyelj, napoljuk, aludjunk rá 2-3. Vagy megoldottuk, vagy megbeszéltük. De ezért nagyon fontos, hogy ezért az isteni, a bibliai családban való vezetés az úgy működik, mint ahogy Isten is csinálja, és ez egy nagyon-nagyon, nekem nagyon tetszik, hogy megfogalmaz a Biblia, hogy megsebez, de be is kötöz.
Tehát ha fedd is, de nem hagyja úgy, tehát ha én megfedem a gyereket, akkor nem tartom élete végéig büntetésben. Vagy a feleségemmel összeveszek, akkor, és lehet, hogy nem szólok hozzá, hát meddig bírom, egy fél órát, de nem csinálom azt, hogy nem szólok hozzá 5 napot. Tehát ilyen büntetési fokozatok nincsenek. De ezek nem léteznek, ezért nagyon fontos, hogy benne legyen a megsebzés is. De ha nem szükséges megsebezni, akkor nem kell megsebezni, akkor meg szeretettel, békességgel lehet. A második feladat ugye az Efézusok az azt mondja, hogy vezeti. A második feladat a férfiak úgy szeressétek a feleségeteket, ahogy a Krisztus szerette az egyházat. Ezért ez egy nagyon érdekes dolog, de nézzétek meg, hogy a mai szemlélet az egészen másképp működik. Szeretném elmondani nektek, hogy a szeretetnek a kezdeményezését azt Isten nem a nőre bízta, hanem a férfiak. Tehát nem a nőnek kell mondani mindig, hogy szeretlek, szeretlek, szeretlek. Ezt rosszul csináljuk, férfiak. A szeretetnek a kezdeményezését azt mondja, hogy úgy szeresse a férfi a feleségét, mint ahogy saját magát. Szeretném elmondani, hogy a nőnek ilyet nem mondok. Ha megtaláljátok, akkor szóljatok, mert akkor nem jó Bibliát olvastok. A férfinek mondta ezt. Ezért nagy hiba az, amikor mindig a férfi várja el, hogy a szeretet éjségében a feleség kezdeményezzen. Nem. A Biblia, ez nagyon, higgyétek el, hogy ez nagyon sok konfliktus szül egy bibliai családban, hogy a feleség megkérdezi, sosem mondod azt, hogy szeretsz. A férfi azt mondja, dehogy nem, hát 10 éve mondtam, hogyha változik, majd szólok. De nem igaz, ez nem működik, a kezdeményezés az a férfiének kell lenni. Tehát ezért ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és nézzétek meg, még a keresztény világban is a férfiak mindig, ők a keményet, és a macsót, és a szigorút, és a szellemit játsszák. De nagyon fontos, hogy a kezdeményezés a szeretetben a férfié kell, hogy legyen, mert is azt mondja, hogy szeresd úgy, mint a saját testedet. A férfi részéről mit jelent a kezdeményezés? Elmondom, mit jelent. Az azt jelenti, hogy a másikat egy férfinek feltétel nélkül el kell fogadja. Amíg a feleségnek bizony vannak feltételei, el tudsz-e tartani, stb. A férfi meg feltétel nélkül el kell fogadja, ha már úgy döntött. Tehát a férfi nem támaszthat, a férj nem támaszhat olyan feltételeket, hogy most ezt másért gondolom, ezt így gondolom, hanem a férfi, ha belement a házasságba, akkor bizony feltétel nélkül el kell fogadja. Ez egy nagyon kemény dolog, és megköveznének a férfiak ezért, de sajnos igei. És a legnagyobb hiba az, hogy a szeretet kezdeményezése az önében nem a férfiaké manapság, és ez egy nagyon nagy hiba. Nagyon nagy hiba. A nőnek nagyon nagy erőt ad, hogyha a férfi szeretetet kezdeményez. Nagyon nagy erőt ad. Hát én nem tudom elképzelni, egy nőnek sokkal jobban esik, ha a férfi azt mondja, hogy szeretlek. Én erről meg vagyok győződve. Erről meg vagyok győződve. Pabá, nem voltam még soha nő, meg minden bizony nem is leszek már, de ezt ti a lelketekben biztos, hogy tudjátok. És még egy nagyon fontos dolog, hogy mivel a férje kezdeményezője a szeretetnek, szeresse a feleségét, mint önmagát, ez egy nagyon fontos dolog. A másikat feltétel nélkül el kell, hogy fogadja, ez egy nagyon fontos dolog. A harmadik pedig az, hogy pontosan ez miatt, hogy ő a kezdeményezős el kell fogadja, ezért a férfi nem válhatja el a feleségétől, hogy tökéletes legyen. Egy feleségnek sokkal nagyobb elvárásai lehetnek a férjével kapcsolatban, azért, mert a család, a vezetést, a gondviselés, stb. Ezt mind a férjére helyezte a Biblia, és ezért ugye sokszor, amit mi elvárunk a feleségünktől, az nem minden esetben jogos. Nem függhet attól a férfi szeretete, hogy a felesége néha milyen magatartás tanúsít. Tehát nem változtathatja meg ez. Attól, hogy most a feleségem dúzog, ettől nem utálhatom meg. El kell tanítanom arra, hogy hogyan lehet a dúzogást kiváltani. Ez melós. Tehát nem szeretni könnyebb, mint megtanítani arra, hogy ne dúzogjak. Nagyon-nagyon fontos, hogy a kezdeményező szerep az a férfié. Hogyan lehet szeretni? Ez egy nagyon nagy kérdés a férfiaknak. Hát itt először is ugye úgy kell szeretni, mint magamat. Az azt jelenti, hogy akkor magamat meg kell tagadni. Tehát az azt jelenti, hogy előbbre kell tennem. Tehát ugye, ha én szeretnék valamit, akkor az azt jelenti, hogy úgy kell szeretnem a feleségemet, mintha azt ő is szeretné, meg kell tagadjam ahhoz magamat, hogy a feleségemnek kedvében tudjak járni. Hát ez a férjnek egy nagyon-nagyon... Tehát értsétek meg, hogy ez csak egészséges kapcsolatban működik, mert ha a feleség ezzel visszaél, akkor lőttek az egésznek. Ez csak egy egészséges kapcsolatban működik. Hogy lehet még szeretni? Tettekkel. Mit jelent a tett? Szeretlek, elviszek vacsorázni, és sorolhatnám tovább. Rengeteg tett van. Hogyan lehet még szeretni? Szavakkal.
ez is egy nagyon fontos dolog, szavakkal. Tehát gyere ide, drágám, vagy te rusnyadök, gyere ide, tehát nem mindegy. Nem mindegy. Vagy ezernyi, a szavaknál ezernyi fordulat van. Ezernyi fordulat van. És ugye ma ezzel a férfiak azért csínyán válnak a szavakkal való szeretéssel. Tehát ezzel nagyon csínyán válnak. Tehát azért ezt nagyon ritkán hallani. Nagyon ritkán lehet hallani egy férfi, amikor nem így is szerelmet van a feleségének. Ez nagyon hiányzik ma az életből, a valóságból. A harmadik, amit az Efézus levél a férfi szerepnek ad, tehát a vezetés, a szeretés, így csúnya szóval, de a szeretni, a harmadik pedig a gondoskodni. A gondoskodásban nem csak anyagi gondoskodás van benne, hanem a gondoskodásban az is benne van, azt mondja, hogy szeresd a feleségedet úgy, mint önmagadat. Most erre egy egyszerű példát mondok. Ha egy férfi a testének az ápolásával, a fürdetésével, a mosdatásával, a kényeztetésével, az etetésével, az itatásával többet tölt, mint a feleségével, akkor az azt jelenti, hogy a testét jobban szeret, és már is az az ige, hogy legalább úgy szeresd, mint a testedet, az nem válik valóra. Volt az életemben egy olyan, most is sokat dolgozok, de volt az életemben egy olyan szakasz, amikor éjszakákat, nappalokat, és ez tartott jó pár évig, és már házas voltam, és úgy döbbentem rá, hogy valami, tehát hogy nem vagyok jó férj, és nem vagyok, gyerekeim már három gyerek is volt, nem vagyok jó apa, hogy azt láttam, hogy ugye elég sok ember van mindig körülöttem, és az emberek általában bejelentkeznek, időpontot kérnek, mert már nem úgy vagyok, hogy bármikor lehet jönni, mert tényleg be van osztva 4 órákra az idő. És azt láttam, hogy mindenkinek adok időt, csak amikor a feleségem mondjuk bejött az irodánkba, egy ilyen hatalmas nagy irodánk, hogy Pécsen bejött az irodánkba, és benézett, és rám mosolygott, hogy megjött, vagy hozott ebédet, vagy bármi, akkor kegyetlenül mindig azt mondtam, hogy jó, hogy nincs rád idő. És mondtam, hogy majd később. És akkor a feleségem becsukta az ajt, és ez így ment éveken keresztül. És gyakorlatilag, hogy meg benyitott és kért időpontot, hogy akkor 2-re visszajött le, azt megmondtam, hogy persze. Megnéztem, jó, de 2-re gyere vissza 2:30-ra. És évek teltek el, mire rájöttem, hogy gyakorlatilag még az is jobb lenne, a feleségemnek időpontot adnék, mert akkor legalább szóba tudnék vele állni. És rájöttem arra, hogy itt valamit én nagyon-nagyon elrontottam. És ott kezdtem el tanulmányozni ezeket az igéket, és rájöttem arra, hogy én a saját dolgaimat, a testemet szeretem, mert mindent megcsinálok neki, mindent elvégzek, de a feleségemet nem tudom így szeretni, és önző vagyok, mert egyszerűen jobban szeretem a saját dolgaimat. És ezért az embernek néha pontosan az idő, és ma én mindig mondom nektek, hogy az idő lesz a nagy versenyfutás, ma hiába ad haza egy fél, egy rahegyi pénzt. Egyszerűen ma azt fog számítani egy kapcsolatban, attól lesz a kapcsolat tartalmas, hogy abból a szűk kis időnkből mennyit tudunk egymással kiszakítani. Ha nem fogunk tudni egymással kiszakítani időt, akkor bizony nem működik. És a férfinél az időszakítás az miért fontos? Mert a férfinek az a feladata, a férjnek az a feladata, hogy gondoskodjon. De most hogy lehet, most gyereknevelést el lehet végezni naponta 3 percben? Vagy a feleségnek kell mondani, hogy szeretem, el lehet végezni 3 percben? Vagy meghallgatni a feleséget, el lehet végezni 2 percben. Tehát nekünk is, én is úgy vagyok vele, hogy nagyon-nagyon kevés időm marad, de emlékszem rá, hogy akármikor is érek haza, és a feleségem még nem alszik, hanem fönt van, akkor legalább egy órát szánunk arra, hogy átbeszéljük a dolgainkat. Tehát inkább akkor belenyúlik az éjszakába vagy a hajnalba, de nagyon fontos, hogy nem lehet, tudjátok, a gyerek is azt jelzi meg, hogy apa, szeretnék valamit kérdezni, kérdezz, de 3 percen van. Jó, akkor nem lényeges, akkor nem kérdezem. A gyerek is azt jelzi meg, hogy leültél-e vele. Nagyon sokszor voltam úgy, mostanában is, hogy el kellett volna rohanjak, és el is rohantam, és láttam a gyerekemen, hogy nem ő, és akkor már bedültem a kocsiba, és akkor lemondtam a programot, visszatolattam, és mondtam neki, hogy figyelj, hazajöttem, mondd el, mit akartál. Nem lényeges, menj csak, apa, menj. Nem, most már lemondtam, nem, lényeges, igenis lényeges, mondd el, mit akartál. Tehát egyszerűen nem tudok úgy gondoskodni, hogyha nem figyel, nem fordítok rá figyelmet. A másik ugye, hogy a gondoskodásban az is benne van, de még pár dolgot írtam csak föl, hogy egy gondoskodó ember, mondjuk ha a férfi gondoskodó a családban, akkor az a helyzet, hogy akkor én bizony ismerem a feleségem szükségeit. Tehát egy gondoskodó férfi, mondjuk feleség dolgozik, reggeltől estig, elfárad, nem kap szabadnapot, stb. Egy férj, ha ismeri a feleségét, akkor ő ránéz, és tudja nagyon jól, hogy mi az a pont, amikor ki kell szakítani abból az élethelyzetből, amiből benne van. Ugyanígy működik a gyereknevelés. Nagyon sokszor a válás az a gyerek
amikor eléri a 3-4 éves kort, akkor történik meg, és ennek tudjátok mi a fő oka? Nem az, hogy nem szerették egymást, az a fő oka, hogy a feleség magára lett hagyva abban a 3 évben, az egész gyerek nevelés, pelenkázás, minden tortúra rá lett tolva. A férfi nagyjából elevickélt ebbe a történetbe, és a nő a harmadik év, negyedik év után besokalt ebbe. És a férfinek ilyenkor kutya kötelessége kiragadni az asszonyt, kivenni, kiemelni abból a közegből, igen, megkérni a nagymamát, vagy egy kedves barátot, vagy bárkit, ha csak egy fél napra is, de ki kell emelni, mert ezek olyanok, mint az üledék, hogy rakódik, 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 és általában ugye különösen az asszonyoknál az az időszak, az a gyereknek az a 3-4 éves kora, képzeljétek el, reggeltől estig bügyög egy gyerekkel. És ha hazamegy, és a férfi, persze, hogy akar a férjével beszélgetni, hogy halljon néhány értelmes szót. Az meg lehúzt fáradt férfi, lehúzt, leülök a tévé el. Hát de egész nap csak ez nagyon keményem. Hát ugye mi ezt nem tudjuk, mert én az életemben nem voltam 5 gyerekem, és az életemben nem kellett hallani egy egész napot. Hát nem büszke vagyok erre, csak mondom, hogy nem tudok benne mondani, hogy milyen kemény, ezért inkább tisztelem és értékelem, de ez rohadt kemény lehet. És ez nem egy napig, ez évekig. Tehát ez nagyon durva, ezért nagyon fontos, hogy a gondviselésben az is benne van, hogy bizony egy gondviselő férj az ismeri, hogy mikor mik a szükségek. Tehát nem úgy van, hogy a feleségről már mitől lerohadt a ruha, és akkor azt mondja, hogy na, akkor kéne mennem magamnak ruhát venni, hanem bizony az figyel erre, ismeri a gondviselésbe, az is beletartozik, hogy ismeri a családnak a szükségeit. Úgyhogy a férfinél a fél szerepében, tehát a vezetés, a szeretet és a gondviselés, tehát ez a három tétel, ami kimaradhatatlan, és ennek a háromnak együtt kell megjelenni. Tehát nem lehet csak vezetni, nem lehet csak szeretni, és nem lehet csak gondot viselni. Néztek meg mind a három, mi alakul meg. Az egyik csak vezetni akar. Ő vagyok az ember a háznál, pofántot befogod asszony. Ez a vezető típus. Szeretni, meg gondoskodni. Másik csak gondoskodni akar, itt a pénz. Mit akarsz? Mit csináljak még? Itt a pénz. Ennyi kell, itt van. Kevés. És akkor van a romantikus alkat, aki meg csak szeretni akar. Nem akar elmenni dolgozni, nem akar, de viszont nagyon szeretne szeretni. Nagyon, minden porcikájával szeretne. Egyik se jó. Tehát itt azért azt gondolom, hogy egy egészséges házassághoz, egy egészséges férj szerephez, egy egészséges családapa szerephez, a háromból, persze mind a három meg kell jönni, legalább kettő nélkülözhetetlen, és ebből a szeretetet nem lehet kihagyni. De ugye az Efézus levél azt mondja, hogy ez az a három, ami egy férj szerepben. Ezért, hogy amikor férjet, családot alapít egy hölgy, akkor bizony a jegyesség alatt figyelnie kell, tehát például jegyesség, beülnek a McDonald'sba, vagy mitől beülnek egy étterembe, és akkor azt mondja, jön a pincér, és akkor hogy fizetnek, mert ugye látja még, hogy nem férj és feleség. És akkor a férfi azt mondja, hogy külön, tehát ez csak azért mondom, mert ez ma a realitás, tehát ez nem ilyen ám, hogy izé. De a fiam meséli, hogy annyi bunkó ilyen tinédzser, simán külön, csak külön. És akkor ott ül, akit majd szeretné, és akkor azt mondja, hogy külön. Hát barátaim, ha egy férfi, aki férj akar lenni, nincs benne annyi puca, hogy azt mondja, hogy egyél, amit akarsz, és akkor kifizetem, majd maximum akkor én nem eszek most bélszint, hanem tojásosnak kell vitte, mert én azt szeretem. Vagy azt mondom, hogy figyelj, drágám, ez egy drága hely, de én szeretnének meghívni. Menjünk el egy olcsóbb, de én szeretnélek, mert még ez is tisztességesebb, hogy azt mondja, hogy külön. Tehát ismerek ennél olyan férfi típust is, aki amikor jön a pincér, akkor feláll, elmegy vécére. És véletlenül biztos, hogy nagy vécére kell, mert ott maradt 20 percig, és a pincér meg addig tudja, hogy fizetni kell. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik azt gondolom, hogy figyelemfelkeltők, és bizony ezeket a jegyességben fizetni kell. És ma... Na ebben viszont megkérdeztem már a gyerekeimet, és elmondják, hogy sajnos ma, a lányom is elmondják, hogy sajnos ma ez a fiúknál ez egy általános trend. Ez egy általános felé udvarol, stb. És akkor állja a csaj a cekket. Tehát ez egy olyan, értsétek meg, hát ez ugyanolyan, mint ülünk, most elviszem a családot, ha ezt így elviszem a családot vacsorázni, és akkor azt mondom, külön fizetek? Hát igen, vagy a gyerek, van nálatok zsebpénz? Nincs, hát akkor nem jöttök kaján. Tehát egyszerűen a gondviselésbe az beletartozik, hogy ez az én. Tehát ez nem is, tehát egy férnek készülő fiúba, vagy egy apának készülő fiúba, ez fel sem merül, hogy ott van mellettem a remélhetőleg a szívem választottja, és akkor azt mondom, hogy igen, külön fizetünk.
Dehogy is külön fizetünk. Hát még beletuszkolok egy desszertet, még egy rózsát, már azt nem bele, hanem azt a kezébe. Tehát egyszerűen ezek mind olyan dolgok, amik... Tehát én mindig hiába tényleg hívő család vagyunk, de én mindig tanítom erre a gyerekeimet, hogy ezeket nézzék meg. Ezeket egy lánynak muszáj megnéznie, hát nem lesz férje. Nem, hát egyszerűen nem lesz ilyet, nem tud ilyet, nem lehet ilyet csinálni egy férfinek. Tehát ez a gondoskodásba beletartozik az is, hogy gondoskodok, akik ott vannak, azokról gondoskodok. Régen a gondviselés, tudjátok, egy családapánál, például egy bibliai családban, csak gondoljatok Lótra, amikor bejöttek a vendégek, ott volt Szodomám a Gomorába, a vendégekre is kiterjedt ez a gondviselés. Tehát nem úgy volt, hogy akkor majd ti esztek, amit találtok, vagy amit kaptok, mi meg majd külön vonulunk. Ez kiterjedt a vendégekre is. Sőt, a vendégek még jobb ellátást kaptak, mint maga a ház tagjai. Csak gondoljatok bele, hogy milyen volt a vendéglátás, akkor Lót azt mondja, hogy inkább a saját lányomat adom oda. Egy nagyon meredek pályám ez. Úgyhogy, hát, és ugye azzal zárnám, és akkor tényleg be tudjuk úgy néz ki, hogy fejezni, azzal zárnám ugye, hogy hogyan lesz ebből egy bibliai család, ugye apa, anya, férj, feleség, hogyan lesz ebből, mi az, hogy bibliai család, gyerekek. Ugye a bibliai családnál azért mondtam, hogy nem elég férjnek és feleségnek lenni, hanem csak, főleg ha vannak már gyerekek, hanem apának és anyának is, mert ugye az a férj, feleség, apa, anya, ez a négyes összességében adja azt a szót, hogy szülő. És a szülő az a bibliai családnak az alapköve. Tehát tudom, hogy ez furcsa lesz, de nem a gyerek az alapköve a bibliai családnak, hanem a szülő az alapköve a bibliai családnak. És ugye mit jelent ez? Hát például felmerülnék ilyen gyakorlatot, hogy tudok én jó szülővé válni? Ugye például felmerül az első feladat, hogy kinek a feladata a gyerek nevelése. Ez már egy nagyon nagy feladat, ugye? Itt vannak, néztek, a szülők dolgoznak, rohannak, gyakorlatilag mindig rábízzák valakire. Tehát szeretném elmondani, hogy a család, bibliai család akkor lesz, ha a gyerek nevelését nem bízunk nagymamára, nem bízunk nagypapára, nem bízunk a szomszédra, nem bízunk az iskolára, nem bízunk az óvodára, nem bízunk a gyülekezetre. Nem győzünk hangsúlyozni, hanem a gyerek nevelése a bibliai családban az apa és az anya feladata. Csak gondoljatok bele, a diktatúrákban mi történt, gondoljatok csak a régen történelmi tanulmányokban, Spártára vagy akár a kommunizmusban, mi történt, elvették a gyerekeket és a gyerekeket képezték. A gyerekeket katonának nevelték. A gyerekeket elidegenítették a szülőktől. Nagyon oda kell figyelni, amikor egy államhatalom a gyerekedet, és megmondom őszintén, én tudjátok, hogy egyenes beszédű vagyok, és vállalom is a következményeit, de amikor egy államhatalom például beleszól az oktatásba olyan szinten, hogy most ezt kell csinálni, azt kell csinálni, azt kell csinálni, az azt jelenti, mert ne felejtsétek el, a gyereketek az iskolában többet tölt, mint otthon. És ha egy államhatalom beleszól a nevelési, az oktatási tananyagban és mindenben beleszól, most 5-ször kell testnevelésezni, most 6-szor kell énekórát tartani, ez azt jelenti, hogy át akarja venni a gyereknek a nevelését. De a gyerek nevelését nem veheti át, a gyerek nevelése az mindenképpen a szülőnek a feladata. A felelősség, ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy ugye a szülői felelősség hogy oszlik meg. A nevelésbeli felelősség az a Biblia szerint elsősorban az apáé. Nem lehet azt mondani, amikor az apa azt mondja, hogy így nevelted a gyerekedet. Nem. A nevelés felelőssége az apáé. Nem akarom itt most az összes idét felolvasni, mert nem lehet, de azt mondja, hogy ti apák, beszéljetek a fiaitoknak, ti apák, tanítsátok meg. Tehát mindig az ige, a Zsoltárok könyve az Új Szövetségben is úgy szólítja meg az apákat a neveléssel kapcsolatban, hogy a nevelés feladata, az anyának is a feladata, de a felelőssége a nevelésnek az minden esetben az apáé, és másodszorban az anyáé. Na most nézzétek meg ezzel szemben, mi a mai közgondolkodás. Az anyáé a felelősség. A te fiad, a te lányod. Mondják, hogy olyan, mint az anyja. Tehát egyszerűen nem, a felelősség bizony az apának a vállán kell nyugodjon, ezért a szülői felelősség az így kell, hogy megoszlodjon. Mindent tudod csinálni, ez még eltűnik róla a kép. Na, most jó lesz talán. Jó, ezért ez megint nem egy népszerű történet, de engedjetek meg két igét, hogy hagyj olvassak fel. A Zsoltárok 78.6. Zsoltárok 78.6 a következőt mondja. Vagy úgy is mondhatnám, hogy 78. Zsoltár 6. vers, így ezért egy kicsit magyarosan.
Jákob, tehát itt azt mondja, itt a Zsoltár is a következő mondja, a 5. verstől, mert bizonságot állított Jákobban, és törvényt rendelt Izraelben, amely felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat. Tehát először is az apáknak parancsolta meg az ige ismeretét, hogy tanítsa meg a fiaiknak, hogy megtudja azokat a jövő nemzedék és a fiak, akik születnek és felkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak. Tehát mindig az apák kötelessége, ez egy nagyon-nagyon fontos alapelv, hogy a felelősség az apám van a neveléssel kapcsolatban. Efézus 6.4, hogy egy új szövetségit is felolvassak, Efézus 6.4 a következőt mondja. Efézus 6.4. Ti is, atyák, ne ingerejétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. Tehát itt se szülő, anyát emeli ki, hanem kimondottan az apát emeli ki. Ezért fontos ezt tudni, hogy a nevelés felelőssége az bizony az apáé. Nem az intézményi, nem az óvodáé, nem az iskolái, hanem a szülői, és a szülőn belül pedig az apáé. Tehát az Isten az apákon fogja számon kérni a fiák állapotát, ebben semmi kétségetek ne legyen. Nem mondhatja azt az apa, hogy az asszony. Nem mondhatja. Az apám fogja számon kérni. Nem mondhatja azt, hogy az asszony nem tanította meg az igét. Az asszony. Nem. Az apán van ez a felelősség. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Még egy nagyon fontos dolog, amit itt el kell hangoznom, hogy a bibliai család az nem gyerekközpontú, hanem szülőközpontú. Ez megint kiveri a biztosítékot, de a bibliai család nem gyerekközpontú, hanem szülőközpontú. Miért? Azért, mert ha a szülők nincsenek egészséges kapcsolatban, ha a szülők nincsenek harmóniában egymással, akkor a gyerekek soha az életben nem lesznek harmóniában. Mert a gyerek az olyanná válik, nagy részt, amiket lát. Ezért a legfontosabb dolog, hogy a szülő központú a Biblia. Ez egy nagyon fontos dolog. Ez nem azt jelenti, hogy nem szereti a gyereket, ez nem így van, de a Biblia szülő központú, nem gyerek központú. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ezért bizony a 20. században kezdett az csak tömegesen elfogadottá válni, hogy nagy részt a gyerekek döntik el már, mit csináljon a család, a gyerekek olyan mértékben tudják befolyásolni a szülőket, hogy nézzétek meg, hogy fölborítják a családnak a menetrendjét, az életét. Tehát ez egy ilyen 20. századi történet, ami azt jelentette, hogy a gyerekeket elkényeztették, és nem nevelték, nem tanították, és a gyerekek viszont átvették sok család irányítása felett. Tehát nézzétek meg, most nem kell messze menni, de csak ami a saját, itt most olyanok ülnek, ami csak a saját korosztályunkat megnézik. Hol engedte meg egy apa, vagy egy anya 30 évvel ezelőtt, hogy a saját fia, vagy a saját lánya tiszteletlenül, vagy akár flegmán, vagy akár félvárról, vagy akár nem fordul oda, és nem néz a szemébe, visszaszóljon. Hát, testvérek, azt olyan maflás kísérte, vagy olyan fegyelmezés, ha a szülő egy kicsit hidegebb vérű volt, és nem forrog, a forró vérű, akkor azonnal ütött. Ha hidegebb vérű volt, akkor bizony büntetés követett. Nem engedte ezt meg. Ma biztos ti is hallottátok, hogy némelyik gyerek úgy beszél a szüleivel, hogy az már túlment minden határa. Tehát egyszerűen ez pontosan ebből adódik, hogy átmentek gyerekközpontuba, és a gyereknek, hogy jól legyen a személyiség fejlődése, mindent megengedünk. Nem. A Biblia azt mondja, hogy az apát és az anyát buzdítja arra, a férjet és a feleséget buzdítja arra, hogy ők, ha ők jól vannak, higgyétek el, jó lesz a gyerek is. Ha ők nincsenek. A gyereknek, mikor megnézed, egy gyerekre ránézel, és megmondod, hogy az apja és az anyja milyen állapotban, a kapcsolatuk milyen állapotban van. A gyerekről ezt meg fogod tudni mondani. Nem kell bonyolulni. Ezek lenyomatok. Ahogy a feleség állapotáról megmondod, hogy milyen állapotban van a férj. A férjről meg tudod mondani egy férj állapotáról, hogy milyen viszonyban van Krisztussal. Ezek lenyomatok, ezek tükrök. Ezeket nem lehet eltitkolni. Hát nem lehet eltitkolni. Hát ha én ilyen vagyok, mint az edényes, így, akkor nem kell, nem bonyolult rám. Néz egy nő, egy férfi, és megmondja, hogy olyan állapotban vagy Krisztussal, hogy semmilyenben. Kész. Ha egy nőre ránézek és rossz állapotban van, akkor megnézem, hogy hát ilyen állapotban van a férjed is nagyjából, mint te. Ha ránézek a gyerekekre, akkor meg tudom mondani, hogy hát nagyjából ugye a család ilyen állapotban van.
És higgyétek el, ezzel nem lőttük mellé, hogy ha egy családban egy gyerek fegyelmezetlen nem áll meg. Hát most egyszerűen nem is értettem, én nem is tudja bemenni a fejem, mikor szólnak egy gyereknek, és a gyerek nem áll meg, hanem megy tovább. Én nem tudom, hát ez egy ilyen elképzelhetetlen jelenség. Most nem, hogy nálunk, hanem mondjuk egy pár generációval, hogy szólsz a gyereknek, és a gyerek megy tovább, mintha nem is hallaná, és csak csinálja a dolgát, és amikor rászólsz, és akkor is csak csinálja tovább. Ez elképzelhetetlen lett volna. Elképzelhetetlen lett volna. Hát az én már felnőttek a gyerekeim, de hát a mai napig nem teheti meg, hogy beszélek hozzá, és hátat fordít. Beszélek hozzá, és nem figyel rám. Beszélek hozzá, és megy tovább. Tehát ilyenek nincs, ilyenekre lehetőség. Én el is mondtam nekik, hogy természetesen felnőttek, de egyszerűen vannak keretek, amit nem lép, mert engem tökre nem érdekel, hogy felnőtt. Tényleg nem érdekel. Hát egyszerűen embert szeretnék belőle nevelni. És ez hozzátartozik, és ezt én oda látom vissza, tehát oda tartom visszavezethetőnek, hogy a 20. században a családok gyerekközpontúvá váltak, és az apa és az anya gyakorlatilag a gyerekek rabszolgáját. Tudom, hogy nem modern nevelési elvesz, de értsétek meg, ha a gyerek rabszolgája lesz az apa és az anya, arra rámegy a család. Úgyhogy a szülővé válásnál mit jelent szülőnél lenni? Ezt a három dolgot tudom még egyszer mondani, hogy nevel, tehát nevel, oktat, nevel, tanít. Tehát ha például a gyerek, ez is működött régen, nézzétek csak meg, pedig anyám se volt egy értelmiségi, de egyszerűen ha leült velünk tanulni. Tehát egyszerűen az iskola nem látta a feladatot, akkor bizony a szülőnek kellett elmagyarázni, hogy mit lehet. Van olyan, amikor mi sem tudtuk megoldani a matek példát, nekem is jöttek haza ugye a gyerekeim, akkor kerestünk egy matek példát. Van olyan, hogy olyan matek példát kapott alsó tagozatban, hogy dobtunk egy hátas, mi néztünk, mi a bánat, ezt persze, hogy nem tudjuk megoldani. Akkor megoldunk, kerestünk, de a nevelés, oktatás, stb. De nem lehet rátolni egy intézményre. Ma gyakorlatilag az intézményekre ezt rá akarják tolni. És nem lehet, az apák pedig nem rúghatják ezt le magukról. Az összes ige, nem akarom felsorolni az összeset, de mindig így kezdjük. Ti apák! Ti apák! Ti apák! Amikor odaállunk az Isten elé, és a gyerekeinket nem tanítottuk meg, akkor az asszony fellélegezhet. Mert a palhé az biza miénk lesz. A harmadik pedig az, hogy egy jó a szülői kapcsolatban tudni kell azt, hogy bizony nem lehet az. Tehát az is rossz, ha az anya az apát elhanyagolja a gyerekek miatt, és fordítva is rossz. Tehát nem mehet erre. Nézzétek majd meg, nagyon sok ilyen statisztikát kidobnak ezzel kapcsolatban. Bizony a legtöbb válás sajnos ebből adódik, hogy a gyereknevelésben elhanyagolják egymást, és mindent megtesznek a gyerekért. És különben csak szeretném jelezni, hogy az is egy tapasztalat, hogy ahol mindent megtesznek a gyerekért, tehát nem megmondják, még egy vacsorát is megmondnak maguktól, csak hogy a gyerek egyetemre még ide-oda menjen, ezek a gyerekek lesznek nagyon sok esetben a leghálátlanabbak. És nem köszönnek vissza, és nem megynek vissza. Az a gyerek, akit útjára igazítasz, megtanítod, hogy hogyan lehet boldogulni ebbe az életbe, és azt mondod neki őszintén, hogy fia, nekem arra nincs lehetőségem, hogy egy egyetemi oktatást bevállaljak, mert nincs rá pénzem, de támogatlak benne a magam erejével, stb., de értsd meg, élnünk is kell, léteznünk, ez sokkal tisztességesebb az én szememben, mint az, amikor a szülők a gyerekek rabszolgáival válnak, és a gyerekek még 5-8-10 évvel is, 10 évig is egyetemet végeznek. Senki nem tud elmenni egy nyaralásra, egy pihenésre, mert minden pénzt löknek bele a gyerek egyetemi oktatásába, és közben a gyerek annyival nem hálálja meg, hogy az adott időn belül legalább elvégzi az iskolát. Tehát ez én nem tartom helyesnek a gyerekközpontú időszakot, hanem én azt tartom, hogy az apa és az anya, a férj és a feleség legyen ebben, és akkor utána a többi az már adja magát. Egy dologgal szeretném zárni ezt a hosszú sorozatot, hogy viszont egy nagyon fontos ige van, amit viszont nekünk meg kell tanulni, hogy azt mondja a Biblia, hogy az apák szívét a fiakhoz fordítom. Ez azért érdekes, mert ez mindig egy nagyon, nagyon érdekes egy családban, hogy szeretnénk, hogyha a gyerekeink élnének azokkal a szokásokkal, azzal az élettel, azzal a tapasztalattal, amit mi adunk nekik. Egy dolgot, ezt az Isten nem véletlenül úgy mondta, hogy nem a fiak szívét fordítja az apákhoz, hanem először úgy kezdte, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítom. Azt tudjátok, azt jelenti, hogy, és ezt én már tapasztalom, de ezt minden generáció tapasztalja, amikor történik egy generációváltás,
ahogy mi nevelkedtünk, ahogy mi éltünk, ahogy mi gondolkodtunk, eltelik 10-20-30 év, a világ a feje tetejére áll, és egészen másképp gondolkodnak, egészen másképp dolgoznak, egészen másképp látják a jövőjüket. Ezért nagyon fontos, hogy a megértés az atyákban kell legyen több. Tehát a fiúk, a fiak makacsok lesznek. A fiak, ha beindulnak, mennek a fejük után. Az, hogy egy családban fenntartani a békességet, a közösséget, az szintén egy atyai feladat, mert az atya szívét fordítja a fiakhoz. Nekünk kell nagyobb energiát abba tenni, hogy megértsük a fiatalabb generációt. Nem ők fognak megérteni bennünket. Nem ők fognak. Ahogy említetted az előbb is, hogy amikor beszélgettünk, hogy nem ő fogja megérteni sokszor azt az elvet, amit mi gondolunk. És lehet, hogy az az elv, amit mi csináltunk, az ma már nem biztos, hogy megállja a helyét, mert elment fölött az idő. Más szelek fújnak, meg kell tanulniuk. Nekünk arra kell megtanítani, hogy ebbe a mai korba ők tudják megállni a helyüket. És lehet, hogy azok a dolgok, vannak alapvető dolgok, amik szerintem nem változnak, erkölcsileg, stb. De vannak olyan dolgok, például ugye szóval egyáltalán nem úgy működik ez a világ, nem úgy gondolkodik ez a világ, nem úgy megy ez a világ, ahogy a mi időnkben ment. Hanem ez a világ ma egészen már, ma nézzétek meg, ma egy ilyenről mindent el lehet intézni. Mi ezt elképzelni nem tudjuk, hogy egy ilyenről elintézünk mindent. Ma már nem kell belenézni a másik szemébe azért, hogy köss fel egy megállapodást. Én elképzelhetetlenek tartom, hogy ne nézzek bele valakinek a szemébe, és úgy rázza a kezet. De ez ma ezt már nem igénylik az ember. Én még igénylem, ha bemegyek egy boltba, és azt mondják, hogy jó napot kívánok, mit szeretne. Viszont a gyerekeim már nem igénylik. Leveszik a polcról, amit akarnak, oda mennek, kifizetik. Ő neki nem kell. Én kijövök a boltból, ha nem szolgálnak ki. Mondok, nem költöm el nálad a pénzemet. Hát, ha nem köszönsz nekem, nem szólítod, nem kérdezem meg, hogy mit szeretnék, akkor nem nálad költöm el a pénzt, hanem majd abba a boltba veszem meg amúgy azt, ugyanazt, amit nálad lehet kapni, amelyikben megszültem. Ez ma már nem igény, nem érdekli őket, a gyerekeket, ez nem igény. Nem lényeges ez a része. Ezért nagyon fontos, hogy az atyák szívét, tehát nekünk kell abban több energiát fektetni, hogy megértsük a következő generációt. Ők már nem fektetnek abba energiát, hogy megértsenek bennünket. Maradi vagy, ilyen vagy, olyan vagy, nekünk kell abba, ha egy bibliai családot fenn akarunk tartani, akkor bizony nekünk. Tehát én is nagyon sokáig, hát nagyon nagyok voltak már, amikor még nem volt otthon internet. Nálunk, hát szégyen ide vagy oda, nálunk 5 éve van internet otthon. És mert egyszerűen bennem volt, hogy nem kell az a boldogulás. Facebookjuk 3 éve vagy 4 éve van. Van egy rendszergazda a cégünkben, és mondom, hogy keresd meg rajta, amik a gyerekeim, igen, megtalálta, és akkor bizony le kellett töröljék. És egyszerűen nem voltam hajlandó a szívemben engedni ezen a területen, és egyszerűen muszáj volt, eljutottunk odáig, hogy azt mondja, hogy jó apa, rendben, ne engedjél, de akkor egyszer is mondod, gyere velem be az iskolába, és mondd meg a tanárnőnek, hogy nekünk nincs otthon internetünk. Mert a házi feladatot úgy adta fel. És akkor nem tudok más csinálni, mint meg kell, bizonyos dolgon meg kell értenem őket. Viszont próbálom kompromisszumot kötni, hogy ti is értsetek meg, hogy amikor ott ülünk és ebédelünk, akkor azt a szart tegyétek már le. Akkor már ne válaszoljál arra a Facebook üzenetre, mert az a Facebook üzenet van 8673 lájkolód vagy ismerős, és úgyis valamelyik mindig ír egy üzenetet, akkor abban tisztelj meg vele, én felőlem, egész éjjel annak írsz, akinek akarsz, de amikor ott ülök és ebédelek veled, akkor ne válaszoljál rá. Akkor majd pütyög, úgyis kiírja, hogy kiírt, úgyse fog elszaladni az üzenet, mert már elküldték, majd utána válaszolsz 20-ra. Tehát nagyon sok esetben bizony nekünk kell nekünk kell megérteni ezt a generációt, mert amit mi erőltetünk, az már nincs. Én nagyon sajnálom, hogy nincs, de már nincs. Úgyhogy ez így befejezésül azt gondolom, hogy egy családban egy nagyon fontos dolog, hogy az atyák szívét, amikor például költöznek el, akkor ugye rengeteg dilema felmerül, hogy jó ez, nem jó ez, stb. Én is nagyon sok esetben nem jónak tartom az ideje előtt való elköltözést, viszont az önállóság, az önfenntartó képesség kialakulása szempontjából pedig jónak tartom. Ezért mit kell csinálni? El kell engedni valamit. A szívemben le kell zárnom egy részt, és oda kell forduljak, és azt kell mondanom, hogy vagy amikor jön az a kérdés, hogy megbízol-e benne, vagy nem. Ez is egy érdekes kérdés.
feleségem is sokszor kérdezi, miért nem kérdezzük meg, hogy hová megy. Mondom, egyrészt, ha akarja, elmondja. Másrészt, ha nem akarja, akkor most meg fogja mondani attól, hogy én megkérdezem. Hát azt mondom, mit akar. Menjek utána, nézzem meg, hogy oda megye. Hát akkor meg izé vagyok, kalambó. Hát az nekem régen rossz, ha nekem el kell mennem kinyomozni, hogy a gyerek oda mente, vagy nem, én már sem csináltam ilyet, de az már régen rossz. Hát ez nem lehet, hát az akkor befejeződött, ha a bibliai családot a bizalom kell, hogy, tehát megbízunk egymásban. Ha átverjük egymást, akkor bocsánatot kérünk. Az is a bizalom helyre, az is a bizalomhoz tartozik, hogyha hibázok, bocsánatot kérek. De ha nem a bizalom tartja fönt, akkor egy házasságot kézzétek el, ahol így nyomozót fogadok a feleségemért, mert nem ért az a fél nyolc, vagy hol van. Hát ha ezt tartja már össze, akkor az már... Adnak már igen. És azt gondolom, hogy a gyerekeknél is eljön az az időszak, amikor apa elmegyek. Maximum annyi, hogy mikor jössz. Éjfélkor. Jó, de akkor éjfélre legyen itt, hogy egyszerűen, hogy ne izguljunk, hanem tudjunk mi is pihenni, mert értsd meg, hogy a szülő már csak ilyen, hogyha nem ész az, akkor ezt a 46 éves is, akkor se alszik. És akkor ott rohadok éjszakáig, hogyha nem jössz haza, és azt meg annyi utálom, mert te is fáradt vagy én is, sőt, ha hazajössz késsel, utána össze is veszünk, még semmi értelme, akkor gyere haza, vagy akkor mondj kettőt. És akkor gyere haza egyre, és mindenki boldog lesz. Akkor nem éjfél, nem kettő, egy, mindenki jó ért. Szóval ezek a bizalom légköre, viszont ez az kell, én azt látom, hogy a Bibliában bölcs, ugye úgy írja, hogy az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az atyákhoz. De nagyon fontos a sorrend. Mikor fordul a fiú szíve, az atyáért a tudod fordulni. Tehát nekünk kell szülőknek ilyen szempontból nagyobb türelemmel és nagyobb nyitottsággal lenni.